és egyetlen morning show-ja. Jó reggelt! És most, hölgyeim és uraim, elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a morning show. 6 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Jani! Sziasztok! Hello, jó reggelt! Drága hallgatók, itt vagyunk. Taps is van, minden van. És nem sokára Feri is itt lesz. Hát elképesztő, csak egy mondatot mielőtt aztán kapcsolnánk Ferit, mert ott már nagyban zajlanak az események, el sem hiszitek, hogy mennyire egyébként. Szóval a hallgatóinkat nem kell félteni, mert mindig mindenben jönnek velünk. Na, és velünk vannak. Va. Ferit látjuk már Skype kapcsolaton, pillanatokon belül meg is szólítjuk, de azért ez a mai 14 fok, szóval azért simogassuk meg az időjárást. Nem hittem el. Hát nem hittem el. Álmodom, vagy még nem léptem ki, vagy nincs levegőkontaktom, vagy rajtam van egy pulóver, amit nem vettem észre. Négyszer frissítettem egymás után a tellólok kis időjárás jelentő kis apját, hogy nem hiszem, elmondom, 15 fok, 15, biztos, hogy úristen, lefogyott már megint, rohadt élet. Igen, egyszer pólóba léptem ki, én is reggel megnéztem a telefonomat, Zseni. Mondom, miért nem frissít már a telefonom, miért a tegnap estét, vagy tegnap éjszakát mutatja. 14 fok van, drága hallgatók, legalábbis itt Budapesten, de szerintünk mindenhol nagyjából ez a plusz-minusz 1-2 fok, elképesztően jó idő. És ami tegnap nagyon volt, jó. Atya úristen. Mert az meg nyár volt. Kopaszni sétáltunk a gyerekekkel, bicikliztek, nem tudom, jó volt, kajáltunk, olyan idő volt, hogy emberek feküdtek a zöldbe, és napon osztak. Mondom, na jó, unom a meleget. Ez volt tegnap a végén már. Na jó, legyen meg kis idősebb. Csodálatos idő. Egy nap alatt meguntam a nyarat. Ja, igen, mondom, na, jó, okay, elég volt. Köszönjük szépen, most már tényleg egy kis hó. Igen. Na, oké, okay, ennyit magunkról, de hát, kérem szépen, a száguldó Rákóczi Feri már a Deák Ferenc utca tér 19-es szám alatt. Jó reggelt, Feri, hello! Szia! Hát, szevasztok, jó reggelt kívánok mindenkinek. Ha tudnátok szólni a Zsülnek, hogy az internet kapcsolatot, amit látjuk egymást, próbálj meg úgy állítani, hogy ne őt mutassa egyes egyedül. Tehát azt van, mondom, hogy Balázs, neked látom a jobb kezedet, és Janinak a bögréjének a szélét láttam most. Na most már jók vagyunk. Igen, most én körülbelül. Jó van, sikerült. Zsül, figyelj, engedjük el, hagyjuk a francba, halljuk egymást, az a lényeg. Az a lényeg. Az a lényeg. Úgyhogy ennyi, nem tér, hanem utca, ugye ez nagyon fontos. Igen, Deák Ferenc utca, így van. 19. Belváros, így van, a belváros kellős közepe, és hát most már elárulhatjuk, hogy hol vagyunk. Én legalábbis úgy tudom, hogy most már kimondhatjuk azt, hogy a Vodafone szaküzletben, a belvárosban várunk mindenkit. Hát figyeljetek, gyerekek, meg fogtok őrülni. Én, ahogy jöttem a vaksötét Budapest kellős közepén, és ideértem a Deák Ferenc utcába, azt hittem, hogy vagy egy ilyen karneváli felvonuláson vagyok, vagy az elmeháborodottak teljes gyülekezete szabadult ki. Be fogsz sírni, olyan jelmezek vannak. 5 óra 50-kor álltak itt úgy arcok, hogy teljes felkészüléssel. Zsenián, egy mondom. Dolgot nem mondtunk. Egy figyelj, meg fogsz örülni. Egy dolgot nem mondtunk, srácok, hogy így kell menni az Adél koncertre. Igen, anya, hogy mostantól nem lehet átöltözni, hanem így mentek. Így kell kimenni a reptére, elrepülni Birminghambe, bemenni a koncertre és visszajönni. Jó, egy-két ízelítőt. Milyen országok jelentek már meg? Kik vannak ott? Kérlek szépen egy... Akit felismert, hát, legalábbis. Kigyúr, igen, akit felismert. Egy kigyúrtnak nem mondható felsőtestű férfival akadtam rögtön szembe. Megpróbálok nektek mutatni egy-két, hát hogy is mondjam, szettet. Gyertek már közelebb, legyetek olyan kedvesek. Tehát az első ember, akit megláttam, gyere légy szíves, itt most pont jól fogod látni. Okay. Szerintem felismerhető. Ő Görögország. Na most az van, hogy egy strandpapucsba érkezett a fiatal ember. Gyakorlatilag mesztelenül egy svéd takarót magára tekerve, úgyhogy ebből akár Svédország is lehetne, de nem a babérkoszorú segít, legalább a keresztneved áruld el. Szabó Zoltán. Zoli, amikor meghallottad a Morning Show-ban a felhívást, ugye elmondtuk, hogy ez a reggel a tiétek és lehet menni, akkor milyen országok közül tudtál volna választani még? Max Olasz, tehát igen. Ez a kettő volt, az olasz, és hát mondjuk el, hogy ő Görögország. Görögország, igen, Zoli, az nagyon fontos, hogy így jöttél a BKV-n, vagy a kocsiba átöltöztél? Kocsiba átöltöztem. Azért. Igen. Zoli mesztelenül áll egy lepellel magán, félig kitakarva, amit Feri is mondott, egy papuzsra, egy babérkoszorúval. Picit olyan, mint hogy kicsit elaludt, és ránézett az, hogy Jézus Mária, és mindenki magamra rátom a lepedőt a fémre, akkor mondjuk a babérkoszorút nehéz lett volna valószínűleg a konyhai készletekből így pótolgatni, de hogy egyszerűen zseniális, basszus, balmelbi
kollégáim ott kint, takar már elég. Nagyon jó. Zseni, tényleg megy. Megyek magam, tehát zseni. Hol lehet műbabérkoszorút szerezni? A virágárustán. Bementél egy virágárushoz? És mentem, és azt mondtam, hogy szeretnék kérni egy ilyen koszorút, és ebből a kettőből csinálták. Valami örökző. Egy babérkoszorút kérünk. Jó. Azt mondja, hogy beruházás volt, 400 volt a koszorút. Hát, komolyan, a lepedő azt anyád alól rángattad ki. Igen. Ő legurult az ágy másik oldalán. Csak kisfiam, mit csinál? 3, 2, jó, eredményt még nem hirdetünk, várjatok, jó? Majd Feri is mondja, hogy kiket lát még, és akkor majd óránként megbeszéljük, hogy akkor kinek adjuk, de abszolút, abszolút esélyes. Abszolút esélyes, már így elsőre. Ki van még ott, Feri? Jöjjön a kis hölgy, akkor kérlek szépen irgalmatlan dekoltással, bár nem ezzel akarta szerintem elvinni a bulit, a balét. Ó, guten tag. Hoztam reggelit. Hoztál reggelit. Egy keresztnevet kérünk még. Emese drága, hát ő ugye egy nagy kosárral, pereccel, sörös korsóval, sörökkel, és két oldalt, hát gyakorlatilag egy ilyen siugró sáncra hajazó hajszerkezettel érkezett meg. Nagyon jó. És hogyha véletlenül valaki nem tudná az országot, akkor azért emeljük meg így a kosarat. Így van, tehát a fekete, piros, sárga, rót, gold. Így van, Belgium, látom, egyértelmű. Mi van a France? Olaszországról van szó. Ugye német, ilyen bajor kislány a sörfesztiválról, nagyjából ezt tudom elképzelni. Jól látjuk? Micsoda? Jódlizni tudsz-e, azt kérdeztem. Jódi, hol jollabb? Ebből még egyet nyomjon, léci, csak még egyet. Még egyet, légy szíves, olyan jó volt. Gondolom. Jódi, holdi, hollap. Jódi, holdi, hollap. Nem tudom, mit mondtam. És azt mutatta egyébként, hogy a körmeit is kifestette ugyanerre a három színre, ami ugye, hát a francia trikolor. Nagyon jó, figyelj, nagyon drukkolunk neked is, nagyon drukkolunk neked is, jó? Csak azért nem jutunk szóhoz, mert olyan, mint hogyha álmodnánk még mit. Az előbb már megébredtünk, de most mit a visszafekítünk volna egy picit. Kérdezik a hallgatók, Hitler megérkezette, Feri? Nem, egyelőre még ő nem. Tegnap kaptuk SMS-be, hogy az ére az a jelmez, és mondtuk, hogy nem tudunk. A hölgyet kérném szépen, gyere már, légy szíves, ide, segítsetek, mert én itt megakadtam. Gurigának öltözött a hölgy, a fején szintén van egy ilyen fehér csákó, egy kis... ez nem tartozik hozzá. Várjál, ne mondja meg, ki megpróbáljuk kitalálni. Nem mondd meg, jó? Ezt pedig nem utasd ezt a fehér táblát, csákot mert... látunk rajta, igen, egy WC-papírt, amit te is mondasz, körbe gurítva saját magán, és fehér a lepedő, vagy nem tudom mi az ujjain, tehát ő hófehérnek öltözött, és tényleg egy ilyen fehér süvegszerű csákó van rajta, Feri közben körbejárta. Hátul ugyanez a szett, tehát semmit nem látunk a hölgyből, ugyanúgy ez a fehér WC-papír guriga, így elsőre. Nem egy havas hegycsúcs. Havas hegycsúcs, ezt mondja a Jani. Talált? Nem. Süllye. Anélkül, hogy megmondanád az országot, egy picit közelebb tudsz bennünket vinni? De csak igen, kicsit. Igen, ezt az iskolában egy használatos tárgy, és így a szójáték kapcsán ragadtam meg ezt a dolgot. Iskolában használatos tárgy és szójáték. Logarléc! Nem. Az? Jó. Mondjatok ti is valamit. Iskolában használatos tárgy. Mi hol használjuk az iskolában? Várjál, kicsit állítok. Segítsen, picit. Hol használjuk? Melyik órán? Hát akármelyiken lehet, de általában a tanárok írnak vele a táblára. A Kréta! Úristen! Kréta! Atyaisten, de jó vagy! Kréta, így van. A festői Olaszország. Értem már. Kréta. Szedsz valamit, vagy iszol? Ez jó lesz. Egyik se. Egyik se. Jó, ez még kinek az ötlet, a saját? Kréta. Hát anyukámmal közösen. Képzeld el, este ültek otthon a izének kis konyha, aztán te, lányom, figyelj. Kivel menne Birminghambe? Kit vinne magával? A barátomat. Egy átszerelmeskedett éjszaka Birminghambe, közben egy Adele koncert, ami megszakítja ezt. Nagyon jó. Jól van, oké, találkozunk még. Jó, még nem döntünk most. Köszi szépen, ügyes vagy, köszi, hogy felöltöztél. Ciao. Ő Krétának költözött. Krétának. Nagyon jó. És mi alig bír járni egyébként. Nagyon jó. Ugye, nehéz lesz így dönteni, komolyan nagyon mondom. Nehéz. Nehéz lesz dönteni. Hány jegyünk van ide? Azt hiszem, hogy talán négy vagy öt. Ha tudunk négyet vagy ötöt adni. Ha nagyon sokan vannak, akkor tudunk ötöt is adni majd. Jó? Jó. Oké, okay, jó. A csoportos egyet a pszichiátria jön egészen biztos. Gyerekek, le a kalappal a mi hallgatóink előtt tényleg. Tehát, hogy tegnap ugye tanakodtunk azon, hogy lesznek-e, vagy mennyien lesznek. Kicsit azért azt bevallhatjuk, hogy nem féltünk a dologtól, mert bízunk is saját hallgatóinkban, de nem gondoltuk, hogy azért nagyon sokan beöltöznének, és reménykedtünk, hogy azért lesz egy-két elvetemült, aki velünk tart ebben a játékban. Most ehhez képest a Deák Ferenc tér 19 előtt tolonganak az emberek, hoz valakit a Feri magával. Nem, tehát ez már...
elképesztő. Figyeljetek, megérkezett egy kétlábon járó telefonfülke. Na, jó. Szia, kit akartál fölhívni? Hát Adél természetesen. Ezt mikor készítetted ezt a kis telefonfülkét? Tegnap, mikor meghallottad? Nekiálltatok? Vagy tegnap hogy? Délután 6 óta készült, és ma hajnali 1-kor lett kész. Hát ez zseniális. Atya, úristen. Igen, nagyon komoly meló, egy favázat készített a fiatalember, nyitható egyébként az ajtaja, azt mondja, természetesen látod, tehát teljesen nyitható, és ugye ez a londoni telefonfülke a klasszikus. Hát, ez... hát igen, erre készült, hát erre fűztünk rá, ugye, hát Birmingham, Anglia, Adél is, hello. Egyszerűen zseniális. Hello! Igen, és mutatkozz be, Interurbán. Erre lett ráfűzve. Igen, és a srác ugye bent áll a telefonfülkében, mint egy ilyen két lábon járó telefonfülke, és a klasszik angliai, londoni piros telefonfülkét képzeljétek magatok elé, drága hallgatók, ugye hát sokan nem láttok bennünket. Vagy hát, hogy mi látjuk Feri, de ti nem, és ott áll bent a telefonfülkében. Egyszerűen zseniális. Szerintem hajtott Ferinek a jövőre először a Somának nyilván majd valamikor kis maszkabálya, farsangi összejövetel az Ovi-ban, szerintem mindent. Simán átveszik. Figyelj, ha a Deákról így elmegy a hősökig, meg vissza a kis föld alattival, akkor egy fél jegyet már tud. Jó, nagyon jó. Oké, Feri, kapcsolunk nem sokára, gyűjtöges még az embereket, jó? Szevasztok, ciao, köszi. Vagy Adélt szeretik ennyire, vagy minket szeretnek ennyire, vagy mindkettőnket, de hogy ez valami félelmetesen jó eddig. Figyelj, látom Feri még itt, hogy mennyien vannak a bolt előtt, már ott is vannak? Ha, most egyelőre bejött mindenki. Beöltözött, de még várunk embereket. Jól van. Nyugodtan ugye lehet jönni 10-ig, aztán majd meglátjuk, hogy kinek kedvez a szerencse. Nagyon sokat tudok még nektek mutatni, hát szóval embertelen az, hogy amikor így ezt mondod, hogy van erre lehetőség, hogy te utazzál egyet, és akkor Adél koncert. Van, aki egy teljes sajtállatot ad ide az jobb kezében. Megjelent egy Eiffel-toronnyal a fején. Van egy élő állatunk is, akarjátok most, hogy még... Még majd óránként úgy is nézünk egy csomót, úgyhogy még ne lőjük el szerintem az összeset, mert aztán 10-ig elfogyunk. Úgyhogy gyűjtögesd őket, és akkor nem sokára kapcsolunk, csak gyorsan mutatunk egy ismétlést. Jó, csokoltatunk mindenkit ott az üzletben. Átadom személyesen Puszi. A fiúknak, nem, de a többieknek. Igen, nem telefonfülkét sokan. Levetted, ki vagy zárva. Nehogy már. Igen, jelmezt, ne, a gyerek még benne van. Igen. Oké, nem sokára hívunk, Feri, köszi, gyorsan ismétlünk egyet. Jó, ciao, hello. Na, drága hallgatók, megmutatjuk akkor, hogy mi történt velünk tegnap, és közben mondjuk, hogy még nem késő elmenni a Deák Ferenc utca 19-es szám alá. Halljátok, hogy mi a játék, valamilyen európai országot meg kell jeleníteni saját magatokon. Lehet vicces, kevésbé vicces, komoly, félkomoly, teljesen elmebeteg, teljesen őrült. Lányok oda mennek fürdőruhával, látni fogjuk, hogy ez a bikini szigetek. Így van. És azt mondjuk, hogy az is Európához tartozik. Bármit elfogadunk. Ha fürdőruhába mentek, akkor meggyőzhetőek vagytok. Majorkaiak vagytok, és egy majorkai strandon jöttetek. És ugye hát Adél koncertre lehet eljutni Birminghambe, ami azért nem rossz. Holnap indul a repülő, és vasárnap már jöttök vissza. Egy nap, egy éjszaka Birminghambe, egy gyors vacsi, egy koncert, és másnap pedig egy hazaút. Egy villámlátogatás Birminghambe, egy nagyon klasszikus. Tökéletes hétvége lett belőle. Koncerten. Így van. Úgyhogy még jöhettek. Jó, van még kiadóhely, nem dőlt el, hogy kinek adja oda a Feri, úgyhogy ha valaki játszana, akkor menjen még oda. Nehéz lesz dönteni, igen. Na, mi mutatjuk, mi történt velünk tegnap. Megpróbáltuk megfejteni, hogy mit csinált az erkéről leesett ló, mert egy családi ház emeletére fölsétált a ló, majd kiesett az erkélyen. Hihetetlen, ugyanakkor borzasztó. Persze, hál' Istennek a lónak komolyabb sérülései nem történtek, de az egész annyira abszurd volt, hogy ez elképesztő. Teljesen beteg, igen, megpróbáltuk elképzelni, tényleg mi történhetett, és aztán hallgatóink is reagáltak SMS-ben, hogy mi volt a legszürreálisabb dolog, amit láttak már úgy, hogy kiléptek a saját házuk kapuján, ajtaján, kinyitották a bejárati ajtót, és a lépcsőházban, vagy a társasház ablakán keresztül szembesültek valami olyannal, amit egész egyszerűen nem tudtak hova tenni. Hát egészen elmeháborodott SMS-eket kaptunk, hogy miket csinálnak emberek különböző társasházakban, panellakásokban. Úgyhogy mutatjuk az ismétlést, aztán jövünk még a hírek előtt. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Morning Show. Fél hét lesz pontosan egy perc múlva, azt írja egy hallgató, nagyon szellemes, hogy Baszkföldnek ketten kell beöltözni. Ne fejtsük ki. Ebben nagyon ne menjünk vele.
Na, drága hallgatóink, itt vagyunk, a hét utolsó játékát játsszuk, és igaz, hogy nagyon-nagyon-nagyon csúnyán elettetek popsizva, és ezért abszolút ne legyetek ránk mérgesek, hogy rettenetesen nyomorúságosan egy pontot se tudtatok hozni, de nyilván ez abszolút változhat, és ha most még valaki érzi magában az erőt, és úgy érzi, hogy el tud bennünket verni, jöjjön, játszom velünk. Ne legyetek durcás kisfiúk, kislányok, akik most bevonultok a sarokba, és hisztisen, egy kicsit picsogva, újjal mutogatva ránk néztek, hogy nem játszom már, elvetétek a játékomat, hanem tessék felnőttként viselkedni, tűrni a vereséget, és hősiesen még egy utolsó pofonért házhoz jönni. Ennyi. Na, ezt a játék felhívott? Ez nem rossz egyébként, nem rossz. Szerintem biztos, hogy most nagyon sokan be fognak majd vagy csörögni, vagy ide jönni az épület elé egy frissen olajozott baseball ütő. Ennél jobb játék felhívott nem tudtam, hogy péntek reggel elítjelni. Egyszerűen tökéletes volt. Én még tényleg csak annyit tennék hozzá, hogy persze játszunk, de már mondjuk hónapok óta is vettük, hogy számotokra csak a részvétel a fontos. Így van, drága hallgatók. Tehát a lecke fel van adva, aki még úgy érzi, hogy elver bennünket, mert azért ez nem lehetetlen, jelentkezzen játékra, jó? És aztán verjetek el tényleg bennünket. Ez jó, éreztem az iróniában. Igen. Feri a helyszínen, Deák Ferenc utca 19. Ha valaki úgy érezi, hogy még beöltözne és magára venné valamelyik európai országot, vagy megjeleníteni egy Adél koncertjegyért, sőt, több kettőért, az menjen oda és kápráztasson el bennünket. Mi is látunk titeket, Skype kapcsolaton vagyunk Ferivel, úgyhogy ott is vagyunk, itt is vagyunk, mindenhol vagyunk. Óriásiak vagytok egyébként, tényleg le vagyunk nyűgözve. Abszolút, le a kalappal a hallgatóink előtt. Kreatívak, ügyesek, ott voltak már reggel 6 órakor az üzlet előtt, és ez hihetetlen, hogy nem tudunk olyat kitalálni, amiben ne vennétek részt. Szóval elképesztő. Tényleg elképesztő. Fél hét múlt pontosan egy perccel Ákos elmondja a legfrissebb híreket, mi pedig jövünk a játékkal, írjatok, ha játszanátok, jó? Mi pedig jövünk Ákos híre után. 3:47 múlt pontosan 4 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt van velünk Feri is. Hello Feri, jó reggelt. Szia, szevasztok. Hello, itt vagyunk mind a hárman. Egyébként csak Feri egy másik helyszínen. Utoljára gyerekek, hát utoljára Dél-Afrikában volt ilyen. Amikor is mi az egyik helyszínen, Feri pedig ugye 2 hét után hazajött, és ő a stúdióból. De hát a kapcsolat akkor is most is nagyon flott volt igazából a technikának köszönhetően, de utoljára tényleg másfél vagy 2 éve. Igen. Október, november. Igen, egy kis dejavű érzésünk. Igen, szerettük. Csak szerettük azt az időszakot. A francból vannak a pálmafák. Na, most mindenféle alany nélkül csak kérdezem, hogy érkeznek felismerhető országok? Mert eddig egyelőre tényleg meg kell dicsérnünk a hallgatóinkat. Folyamatosan jönnek az emberek, és kiskézműves szakkör zajlik a háttérben. Tehát az azt jelenti, hogy aki a szállítható állapotba hozta a kis jelmezét, az itt próbálja összerakni. Hova tetted, raktapaszt? Holló! Te normális vagy, miért nem hozta le? Ez megy a háttérben, és csodálatos jelmezek születnek, úgyhogy hét után mutatunk. Hol vannak a szélmalom lapátjai? Na, hát körülbelül lesz. Igen. A pizzát elosztat. Jaj, de jó, hát nagyon-nagyon-nagyon bírjuk a hallgatóinkat tényleg. Jól van, oké, mi játszunk, és akkor hét óra után megint megnézzünk egy-két jelöltet, jó? Maradjál, mert lehet, hogy veled akarnak játszani. Hát, persze, itt vagyok, persze. A legviccesebb lenne. Jó. Na, megnézzük akkor, hogy ki a hét utolsó játékosa. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello, jó reggelt, ciao, hogy hívnak? Virág vagyok. Hello, Virág! Szia. Virág, honnan hívtál minket? Jászágóról. Értem, és úgy érezted, hogy ez a játék felhívó után te érzel magadban elég bátorságot, hogy még ide bemerészkedjél hozzánk, és a pénteki utolsó játékot lejátsz velünk? Így van, megpróbálom. Nagyon helyes. Mit szólsz a hallgatóinkhoz? Elképesztőek, nem? Hogy már reggel 6 órától ott álltak a Deák Ferenc utca 19 előtt különböző országokat magukra öltve. Hát azért ez egy nagy dolog. Hát szerintem is igen. Na, remekül fogunk beszélgetni. Akkor nem, ha ezt csinálod, szerintem meg is nyered, mi nem tudunk összeveszni semmi. Nem fogunk egy más szobába vágni, ha érted, mire gondolok. Jó, oké, Virág, kivel szeretnél játszani? Veled, Balázs. Jó, de ennél többet kell azért beszélned majd a játékban. Jó? Jó, fogok többet beszélni, sőt, kérdésekkel is készültem neked. Ó, te jó. Mindig kíváncsi vagyok. Jól van. Jani? 3, 2, 1. Fire. Na, itt vagyok. Jöjjön az első kérdés akkor. Itt vagy? Haló, jó, haló. Én is itt vagyok. Balázs, azt szeretném tőled kérdezni. Hogy? Hogy volt-e már Jászberényben a Morning Show? Jászberényben? Ott kevésbé jártunk még, ha lehet így mondani. Én is így tudom, és azt szeretném kérdezni még, hogy fogtok-e jönni hozzánk?
lehet, hogy ősszel, lehet, tavasszal már megvannak a helyszíneink, az az igazság. A tavaszi helyszínek beteltek. A jegyekre mondják, hogy sold out. Eljönnél? Eljönnél a kitelepülésre? Hogyne. Uh-huh. És te voltál már Jászberényben? Egyébként. Miért akarsz ennyire meghívni Jászberényben? Azért, mert én ott dolgozom, és nagyon szép városnak tartom. Szép város? Mit lehetne nálatok megnézni? Ez a járságnak a központja. Uh-huh. És mit lehet nálatok? És szeretném, hogyha eljönnétek. Mit lehet nálatok megnézni? Például a Jász Múzeumot. És ott van a Jász kapitánynak a szobra is a főtéren. A becsárját, hát akkor mindenképp elmegyek. Ügyes vagy, Virág! Fölcsigáztál. Virág, jól van. Kész is vagyunk. Kész is vagyunk. Olyan volt, mint egy gyors foghúzás. Egy röpke kis gyökérkezelés, és már meg is vagyunk, és megvan az ajándékcsomagod is, ügyes vagy. Köszönöm szépen. Amennyire bizonytalannak tűntél az elején, annyira ügyesen játszottad végig a játékot. Jó. Nem mondtam volna az elején, egy nagyobb kétpénzösszeget nem tettem volna rá, hogy meg lesz, de nagyon flottul végignyomtad. Ügyes vagy. Köszönöm szépen. Újra, és újra, Virág. Igen, újra. Igen, az vagyok. És Virág újra. Visszasüllyedt ugyanoda. Igen, gyakoroltál valaki, Virág? A férjemmel szoktunk játszani. Ez már régóta terveztük egyébként, hogy jelentkezünk a játékba, és ma reggel ő jelentkezett helyettem. A betyárját, hát milyen mókás párod van neked. Jól van, Virág, küldjük az ajándékcsomagot, nagyon szép hétvégét, és tényleg ügyes vagy, megdicsérő, mert itt arcoskodtunk, aztán kaptunk azért egy maflást. Így a hétvégére. Hoztad a becsületpontot a hallgatók számára. Ha érted, mire gondolunk ezzel, hogy 4-1 lett azért. Puszi, Virág, ciao. Köszönöm, sziasztok. Hello. Szia. Szia. Na, semmi nem zavart a Virágot. Nem, ment előre, ment. Gyere Jászberénybe, ez volt a hívószó. Így van, de ügyes volt, ami jár, az jár. Ami jár, az jár, úgyhogy megadjuk. Megadjuk Virágnak. Na, drága hallgatók, nem késő még elmenni a Deák Ferenc utca 19-es szám alá, és megjelentél nekünk valamilyen országot. Vegyetek bátorságot, és merítsetek erőt azon hallgatóinkból, akik már ott vannak Feri körül. Van, aki ugye egy WC-papír hengerrel és egy kúppal a fején krétának öltözött, zseniális. Van, aki az angliai telefonfülkét vette magára. Volt, aki egy szál ilyen lepelben, egy babérkoszorúval ugye megjelentette nekünk Görögországot. Úgyhogy nagyon-nagyon jól állunk, és még vannak kiadójegyek, sőt, hát még senkinek nem adtunk oda semmit. Ugye, Feri? Így van, egyéb csodáink is vannak, mert csak egy nagyon szűk szortimentet mutattam meg a kínálatból. Laci itt közben fotózott, és szerintem a Facebookra már tette fel a képeket, úgyhogy aki szeretné ezeket megnézni, az már megteheti. A következő órában pedig hát a páros jelmeztől kezdve a fejre szerelt tízes csavarral rögzített Eiffel toronyig mindent látni fogtok. Menő. Nagyon, nagyon, nagyon komoly. Jó, hát... Azon gondolkoz, hogy mikor adjunk jegyet, mi? Nem, azon gondolkoztam valamin, hogy na mindegy, majd elmondom adáson, mi gondolkoztam. Addig gondolkozottam, az nagyon eszemélytett. Igen, addig találjátok ki, hogy mi gondolkoztam, igen. 4 perc, pontosan 7 óra várunk friss közlekedési híreket. Ha úton vagytok, már írjátok meg, hogy mi történt. Mondom én, hogy mit írtak eddig hallgatóim. M7-es tiszta Fonyód után, Balaton Lelleig biztosan, ezt Máté küldte nekünk, köszönjük szépen. Aztán azt nézem még, hogy mi a helyzet. Ha az M6-os 49-es kilométerénél ma is, mint mindig fotóznak, úgyhogy ott is menjen mindenki óvatosan. És ugyanez 6:30 jött, ez lehet, hogy azóta már megoldódott, de az M7-esen állítólag Budapest felé baleset van, teljes útzárral Fonyód után. Hát annyi idő még nem telt el, valószínűleg ez még mindig áll. Úgyhogy Fonyód után vigyázzon mindenki, mert útzár van az M7-esen. Igen. Valaki meg azt írja, hogy az M7-es tiszta Fonyod után Balaton Lelléig. Tehát Fonyonnál van az utcár, és utána jössz Lelléig. Így van. Ezt fejtsd meg. Hm? Így van. Valaki pedig azt írja, hogy semmi gond nincsen például a Fonyodó villamosokkal. Istenem, még hány poént tudnék keresni. Nem merem már elindítani. 3 perc van, pontosan 7 óra. Jövünk Ákolcs híreit után. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning. 7 óra után vagyunk, pontosan 8 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, péntek van, hideg és meleg front egyszerre. Ma még 25 fok, holnap már csak 18 fok. Betör egy meleg front, de közben jön egy hideg front. Igazi bolondok napja. Igen, nem? Mert igen. Hogy április elsője van. Bárhova mentek, akkor próbáljátok meg nem annyira rétegesen öltözködni, de a biztonság kedvéért vigyetek magatok a polárfelsőt és hótaposó csizmát. Hát ha. Minden legyen nálatok, mert hogy elképesztő az időjárás, tényleg kilép az ember az ajtaján, és azt érzi, hogy 15-16 fok van reggel 6 órakor. És 25 fok lesz ma, ami viszont még ennél is durvább,
hogy, és remélem nem lesz ennek bőtje, de jövő héten, és ez elképesztő, jövő héten 25 fok, és egész héten 21-25 fok. Tehát egy masszív májusi időjárás. Május végi, június elejé időjárás egyébként. De mi lesz akkor a nyáron? Hát nem, végig ez. Lehet. Nem tudom. De ha már most egyébként, igen, ha most ilyen azt kérdezed, akkor mi lesz nyáron? Félelmetes lesz. Igen, picit meg van ez űrűve, te. János, nem úgy van ez már, mint a mi időnkben, te. Amikor én még kis srác voltam, na, emlékszel? Na. Jaj, de szerettek. Nem. Én imádtam az illést, imádtam őket. Szörényi levet, Ádám Csutka egy felhúzott gitárral, az a tresszel. Na, én nagyon szerettem. Egy Osolt és Rezső volt ez, Kazi, köszönjük szépen, végre egy jó kis Fenyő Miki. Szikora meg a gidák, az, hát szikora meg a gidák, igen. Na, kaptunk egy újabb SMS-t, amivel helyre tettétek az előző SMS-t, írok, köszönjük, helyesbítsetek, mert hogy mi nem látjuk, és jól is van ez így, az M7-esen se útzár, se baleset, ha viszont ezt valaki viccből küldi, akkor viszont ne küldje, mert mi emberek ezreit tereljük le a pályáról egy-egy SMS hatására, akik aztán vagy elkésnek, vagy nem érnek oda, tehát tényleg csak azt küldjetek el, ami valójában van, nincsen útzár, se baleset Fonyód környékén. Úgyhogy... Igen, csak azért, hogy itt dübörök esetek, ne vezessétek fél az egész ország. Az M5-ösen szabadon akartok jönni, ne írjátok meg, hogy hármas baleset kecskevét. Hát léci, legyetek tekintettel a többiekre is. M4-es jó járható lesz valamikor. Küldte nekünk Öcsi bácsi, oké? Okay? Köszönjünk. M1-esen Abda öttövény között egy nagy lemezdarab az út közepén, mindenki vigyázzon, elég vastag, kb. 5 centi, megdobhatja az autót, szép napot mindenkinek, Vég Béla. Jó, oké. Okay. És ilyen alapon akkor csak a nevet ne vegyük komolyan, vagy igen, és írt még nekünk Füty Imre is. Na, ebben nem menjünk bele, mert elkezdjük, akkor ennek nincs vége. Igen, és azt látom, hogy hölgyek is írnak, itt van velünk Vincs Esztert. Figyelj, ebben nagyon sokat tudom. Ezért ne. Most álljunk meg. Okay. Jó, mert akkor mindjárt beköszön Rizotto. Igen. Köszönjük szépen, nem kell. Vonalban Spermanian. És Feri is itt van velünk. Hello! Hello! Szevasztok! Hello! Nem ott vagyok, hanem itt vagyok, ugye? Én mindenhol ott vagy. Figyelj! Mondjál címet. Deák Ferenc utca 19, drága hallgatók, 5. kerület és elképesztő műholdas kapcsolat Ferivel. Mi látjuk őt, ő lát minket, mi látjuk a boltot, az embereket, a hallgatóinkat, ők is látnak minket. Úgyhogy a technika vívmányai között elképesztő. Hihetetlen gondolni, hogy 60-80 évvel ezelőtt ez elképzelhetetlen látom. Köszönjük, János. És ugye nagyban zajlik játékunk, és hát elképesztő büszkék vagyunk hallgatóinkra, mert sosem csalódunk bennük. Még akkor sem, ha kicsit bizonytalanok vagyunk, és még akkor sem, ha azon gondolkoztunk tegnap, hogy vajon valaki bevállalja ezt, és oda jön-e valamilyen országot magára öltve. Hát nem, hogy bevállalja, tele van a Deák Ferenc utcai üzlet, és egyre másra sorra érkeznek hallgatóink különböző hihetetlenebb, de hihetetlenebb jelmezekben, kreálmányokban, és ez mind magukra akasztva, és látszik, hogy melóban az összes jelmezben, a tisztelet a kivételnek majdnem az összesben, és ez hihetetlen, tehát ez éjszaka csinálták. Az hihetetlen meló lehet bennünk, és így a szó valódi, vagy pozitív értelmében nem normálisak. Tehát, hogy ilyenkor látja az ember is zsák a foltját, hogy jól egymásra találtunk mi hallgatók, és igen, ez egy szerencsés mi műsorvezetők. Figyelj, a mi családunk itt a Boring Show-ban, a Class FM-ben már csak ilyen. Mi mondunk valamit, kitaláljuk, és ők azonnal megcsinálják. Na, ki a két lány melletted, Ferim? Hát kérlek szépen, hát tegnap 10 órakor hangzott el mondjuk az ő számukra az, hogy tessék beöltözve ide jönni, akkor ugye volt kevesebb, mint 24 órátok, abban az esetben, hogyha nem jártatok dolgozni, mert itt kérlek szépen, maga a Lánchíd elevenedik. Aha. Meg. Jó. Miért elsőre nem láttad? Nagyon vérzik a szívem. Nagyon vérzik a szívem, a két pillér ugye közötte az úttest, az egyiken nem értem a zöld dinoszauruszt. Ugye? Igen, nem volt két oroszlán. Ja, azt mondta, hogy nem volt két oroszlán, érted? És leguán. Igen, leguán volt, nem akartam megsérni. Egyelő 4 oroszlánnak. Az a durva, hogy elkezdtem hangosan gondolkozni, aha, tower, mert hogy én annak néztem, vagy a London Bridge, bocsánat, de hogy mi az Isten keres ott az zöld leguán? Mondom, nem mondom be hangosan, ez nem az. Akkor félrenéztem. Biztos csak mi nem ismerjük jól a London Bridge-et, de így van, de hát talán a magyar zászló a tetején segíthet. Egyébként rajtunk is az segített, hogy ez a Lánchíd. Mennyi idő alatt csináltátok? Hát a húgom készítette, és azt hiszem, hogy éjjel egyig. Én este 9-kor tudtam meg, hogy ez a projekt van ma reggelre.
komplet azt gondoltam, hogy nem vagyunk normálisak. És tényleg nem, a húgod a másik bástya? Igen. Ja, értem, hello. Csak gondolom, hogy Feri úgy beszélget hello. Hallgatóinkkal, hogy két ember egy lefordított kukával a fején, ugye igazából, ami nagyon szépen megvan csinálni a kartondobozból, a téglák berajzolva, két szem látszik ki egyébként mindenhol, és állnak egymás mellett egy fadeckával ugye összekötve, a képek azonnal fölkerülnek a Facebookra, láncokkal összekötve ugye ezek a kis pillérek, igen, de és a képzelőerő azért kötelező ehhez, valószínűleg ezek az eredeti tervek Clark Ádám erősen Sherry Brandisbe álmodta meg, ilyennek a látszik. És megcsúszott a keze itt ott, és hát ami szép benne, hogy a gyakorlatilag, ha ezt sokáig akarod megjeleníteni, akkor itt már a húgnak elkezdett remegni a bal keze, ugyanis ugye kitárt karral kell állni, hiszen azon van maga az út test, úgyhogy ezek kis testek mostanak. Most látom, hát ők kitárt karral állnak. Persze, jelen. Itt van, én már egy kicsit ráfordítom neki. Kezem? Mert ezt nem érdekel. Igen, egy picit remeg, de nem érdekes a lábad is, úgyhogy maradj nyugodtan. Itt oldal tudtok állni, mert közben hadd mutassunk másokat is, jó? És matchboxot mennek a látszik, de most az arányokkal is van egy pici probléma. Jaj, ne legyél hát már, ne legyél már ilyen. És hát ők viszonylag lassan tudnak mozogni, mert ilyen teljes módon. Gyere légy szíves, mondtam nektek, hogy van élő állatunk. Hát kérlek szépen, ez természetesen nem az úriemberre vagy a fiatal emberre vonatkozik, hanem neked van a karodon egy... Vándorsólyom ül a kezemen, egy 10 éves öreg hím. Na, egy 10 éves egy vándorsólyom. Most az a kérdésem, mondtam. Hogy ugye európai országot akartunk megjeleníteni, hogy a vándorsólyom kultúrája ebben a, hát hogy is mondjam, kicsit távol-keleti jelmezben melyik országot hozta el nekünk? Én egy isztambuli mestersólymász, Törökország. Egyharmad Európa. Hát végül is igaza van. Ugye? Igaza van, és ugye egyharmad Európa. Igen, mert mondom, határa. Abu Dhabi az... Igen. Hát igen, ez a jelmez az arabokra jellemző, igazából ez a ruházat, onnan is van, mint a United Arab Emirát mutatja, de ez a isztambuli részen is elfogadott, úgyhogy ők is hasonló tradicionális jelmezbe, vagyis nekik ez nem jelmez, hanem egy népviselet. Így van, de most nem akarunk belőle nyilván viccet csinálni ugye a közelmúlt helyzetéből, de ha te így jöttél végig a városon, azért volt kapkodás, nem? Hát a metrón így jöttem végig, és ülőhelyen volt, mert tartottam a kezemben egy golyóstólat, aminek egy ilyen kábelt bevezettem a ruha alá. Ahogy megláttak, az a szerelvény kiürült. Azért mondtam, hogy ne vicceljünk vele, de mit csinálsz a madárral? Te ez a tiéd? Te tényleg sólymászol? Igen, igen, én egy sólymász vagyok, a Magyar Sólymász Egyesületnek a tagja. Ez a madár, ami a kezemben ül, mivel egy öreg madár, tenyészetben használom, de van ezen kívül még 4 madaram, amivel vadászok. Így jött el. A belvárosba sólyommal járunk. Hát megértheted, nem? Abszolút. De. El lehet menni veled? El lehet vinni a gyereket egy sólyomvadászatra? Hát megmondom őszintén, maga a vadászat egy elég megterhelő folyamat, de mivel csinálunk bemutatókat, sólymász bemutatókat, akár Visegrádon is, akár a ország különböző pontján, így a gyerekeket természetesen meg lehet nézni a bemutatót, hogy hogy repülnek ezek a madarak, és kézre is lehet venni, úgyhogy emlékfotó, hogyha a... Balázs, most ők nyernek, nem te? Ők mennek Adél koncertre. Én azonnal bekülök a programot. Nekem nagyon sok hétvégi program kell, hogy a gyereket le tudjam kötni, egy ilyen privát, egyszer főrettetett, hoz egy Várjál, akkor megfordítom. Fiatalember, akarsz menni Adél koncertre? Hát természetesen a Balázs bármikor kézre veheti a madarat, elvisszük. Meg a fia is, hogyha erről van hogy szó, megoldjuk. Na jó, álljál arrébb, köszönjük szépen. Ha esetleg éhesek lennétek, egy picit próbáld meg lejjebb hajtani a fejedet. Olaszország maga, ugye? Igen, és ez egy igazi pizza a fejemen. Miért van műpizza is? Vagy? Hát igen, itt a vállamon egy filcből én partom ezt a pizzát még tegnap, szóval... Atyaisten! Igazi is, műpizza is rajta. Igen, csak mondjuk, hogy mit látunk, ugye az a hallgatók kedvéért, akik ugye nem látnak bennünket, ugye egy lányzó két kézzel a kezébe, a két kézzel ugye kapaszkodik a fején, fog egy igazi pizzát, piros ruhában van, a pizza az úgy néz ki az ő fején, mint egy ilyen kis, amikor diplomázol, és tudod, földobod a levegőbe a kis sisakodat, tehát olyan alakja van az egésznek, piros ruhában, és a mellén meg a vállán, ugye egy pizza szelet, amin szalámi, nem tudom, bazsalikon, jó, vagy pepperoni, Feri már meg is kóstolta a pizzáját. Bizony, igen, megnéztem sajnos tegnap esti sütés a feje tetején. Persze, mert 3-kor fel kellett majd tésztát gyúrni. Igen, elvártuk volna egy Adél koncertjegyért, meg egy Birmingham-i utazásért. Gyorsan a Deák Ferenc 19-ére rendeltél egy Songukut, és akkor úgy megoldottad a dolgot? Igen, persze. Jó, hát végülis azért saját kezűleg nem kell meggyúrni a pizzát. Ez egy fungi. Igen, egy quattro stagione. Igen. Oké, kivel mennél Adél koncertre egyébként? Szerintem anyukámmal. Anyukád is szereti Adél, tényleg?
Igen, igen. Mindig megyünk a kocsiban, és együtt énekeljük. Töröd a magyart? Hogyan furán beszélsz? Igen, magyar vagyok, csak szerintem még a fogszabályzó miért. Új fogszabályzó, gyerekek, de nagyon szexi, okay, most már látom. Azt hittem, hogy olyan helyesen beszélsz, azt hittem, hogy az egyik szülő ilyen, a másik szülő olyan, mert egy kicsit törted. Csorcsad volna a magyar. Igen, szexibb lett az akcent. Majd arra figyelj nagyon, hogy alatta nehéz kitakarítani, jó? Tehát reggeli után csak mondom. Pizza után. Igen. De édes vagy. Okay. Tündén. Na, még egyet mutatok nektek, no. Franciaország maga itt van, mert ő ráadásul siet is. Kicsit gyerekközebb létszik. Ugye? Mondd el te Balázs, mert te, azt imádom, ahogy te közvetítek. Csak a nevét mondd meg, és akkor mondom, hogy kit látunk. Hogy hívnak? Mi a keresztneved? Bon matin, je suis Gabriel. Je suis Gabrielnek hívják. Én fogszabályzó. Kapszikom száján. És azt is tudom mondani, hogy betörő van a lakásban. Hogy van az franciául? De régen tudtad, amikor... Contre vicomte, betörő, contre vicomte, határeset, Ilián Cambrioleur dans l'appartement. Ó, l'appartement, viszi, Ilián viszi a tévét. Sokra nem megyek vele, de ha véletlenül kimegyek Franciaországba, és egy betörő jön a lakásba, mit csinálok? A legfontosabb, a három legfontosabb francia mondat között ez legyen benne, hogy betörő van a lakásban. Nagyon jó. A hölgy a feje tetejére erősítette az Eiffel tornyot, ez egyébként, ha jól látom, akkor egy gyertyatartónak kész. Csak veszélyes lehet onnét meggyújtani. Nagyon-nagyon, szerintem így is veszélyes, hogy beakadsz valamibe, és egy piros-fehér-kék kis leplet vartál magadnak tegnap este. Okay. Ezeket a mondatokat, Gabi, honnan tudod franciául ezeket a mondatokat? Megtanultad, vagy van francia ismerős? Hát nagy szerelmem Franciaország és a francia nyelv, és egy egész picit tanultam még gimnáziumban, sajnos keveset. És eddig jutott, hogy betörő van a lakásban. Milyen barátságos francia tanárod lehetett? Tudok mást is, tudom mondani, hogy nem működik a lift, és menjünk lépcsőn. Irtózatosan fontos mondatok, ezek az ember megvesz egy nyelvkönyvet, mindig a második oldalon ezek vannak. Nem működik a lift, illetve betörő van a lakásban. Igen, elnézést, ez a cipő feltörte a sarkamat, tudnád, hogy másik. Hogy szól az, hogy menjünk ezt lift? Mondjuk nem. Menjünk gyalog, ne menjünk lifttel. L'ascenseur ne marche pas, montons l'escalier. Menjünk le a spárba, szexeljünk egyet a spárba. Igen, azt én is értettem a l'ascenseur. Nagyon jó. Ha ez nem kamerát, menj el zuhanyozni, ezt hogy mondja? Oké, okay, kivel mennél Adél koncertre, drága Gabi? Kit hát vinném? Igazság szerint én a sok gyerekem közül az egyiket küldeném el a párjával. A kis Filipet? Vagy a kis Frászva? Nem, ő Zoltán. Nem, Filip a francia ellenállásban dolgozik, ő nem ér rá. Figyelj csak ezt, a bagettet adod a nekik. Bagettet azt hoztam, mert gondoltam sokáig leszünk, és a három nap idegélelem kell. Istenem, de jó lenne, ami neki tudna nyerni. Hát azért ennyi jegyünk nincs, most nem neked szól, mert hogy még ott a helyszínen lévő lányaink, Feri, már nem úgy, hanem a lányok. Köszi. És Laci, nem döntöttek, de annyira helyesek vagytok, komolyan mondom, hogy bárki megérdemelni. Az mit jelent, hogy sok gyerek? Hogy értetted, Gabi? Hány gyerek van? Hat. Jézus, hogy csinálja? Ne, azt tudom, hogy hogy csináltátok. Nem hallottátok, hogy föltaláltak egy csomó jó dolgot. Nem, most röviden vagy hosszan? Röviden, hármat szeretett volna a férjem, hármat én, és három meg három az hat. Tehát nem beszéltük meg, hogy együtt vagy külön-külön. Aha, tehát az első három az neked nem tetszett, az lett a férjedé, második három meg érni. Határeset, határeset. Atya úristen. Figyelj, és mekkora a legkisebb, mekkora a legnagyobb? Csak hogy értsük, hogy... 29 lesz nyáron a legidősebb fiam, igen? És a legkisebb fiatalember az 7 éves, és egy darab lányom van. 5 fiú, 1 lány. 5 fiú, 1 lány. Atya úristen, hát le a kalappal. Már csak ezért külön megérdemelnéd, hogy kicsit kivonjál kettőt legalább, vagy egyet a forgalomból idézőjelesen, hogy menjen el legalább az egyik. Köszönöm. Egy Adél koncertre. Gabi, nem sokára döntünk, jó? Maradj így Eiffel toronnyal a fejeden, francia zászlóba burkolózva. Semmiképp nem vetkőznék emberi. Puszi, ciao. Köszönjük. Milyen elegánsan csinálunk bolondot a hallgatóinkból, nem? Igen, ugye, nem. De ők erre bevők. De hogy ezt milyen szépen csináljuk. Partnerek adunk. Birminghambe utaztatjuk őket, és nagyon finoman, nagyon elegánsan állnak ott egyébként mindenfélének beöltözve. Jó, Feri, szerintem dugjátok össze ott a fejeteket, és akkor legalább egy-két hallgatót szórjunk meg. Ugye összesen van ott 5, de akár 6 jegyünk is lehet a helyszínen, tehát igazából ezt tudjuk mozgatni, vagy akár mind a 7-et a helyszínen is átadhatjuk, vagy 6-ot és egyet onerben, hogy azért nyerjen egy olyan hallgatónk, aki nincs itt adásban, úgy értem. Úgyhogy döntsetek, és akkor mindjárt visszakapcsolunk, beszéljétek meg. Nekünk van jó, a bizottság visszavonul. Jó, akkor azt a Lacinak küldjétek el, hogy azért ti is legyetek benne, ne csak engem utáljanak, jó? Jó. Itt mindannyian köszönjük szépen. A ráfordított idő, a kidolgozottság, hogy a tényleg a részletgazdagság, tehát nagyon szerettük mi az olasz lányt, hogy tett egy songukut a fejére, nagyon.
imádom egyébként, de hogy meg kell nézni, hogy ki az, aki tényleg azért valamennyire ölte be melót, és tényleg nagyon hű a jelmeze. És kérdezd meg, hogy még mit tudnak bedobni még egy solymászkodás mellé hétvégig programnak a Sebestyén családnak. Ez is esetleg másik szám. Aki többet ad, az viszi a jegyet, világos. A gyermekem örök mozgó, higgyetek el, nekem se könnyű, valamivel le kell kötni. De szép gyerek, solymat visz a hátán. Oké, jó van, tanácskozzatok, és akkor mindjárt kapcsolunk újra. Jó? Ciao, Feri, hello, beszéltek meg. Na, Feri, kitalálják akkor, hogy ki nyerjen. A Facebookon közben, hát őrület van, az összes kép, az összes jelmez ott van, tehát gyertek fel nevetni a Facebook oldalunkra. Hát le a kalappal hallgatóink előtt, nagyon helyesek, tényleg. Tehát elképesztően sok fényképünk van. Itt látok még Amsterdamot, aki nem is volt adásban. Bajor Sörfesztiválról jöttek ketten, de nem az a hölgy, aki megszólalt adásban. Van, aki malmot vett magára, és egy fapapucsban jött, ugye, nyilván ő Norvégiára gondolt. Igen, ezek a svédek mindig ilyen bolondos. Légy színe, irántok meg, hogy Hollandia jobb köz. Értsétek a humort, jó, köszi. Még azok is, akik néha átkapcsolnak a Kossuthról. Légy színe, vegyétek alapot. Szóval nagyon jó. Valaki most bemegy oda vásárolni, ez mit gondol? Úristen, mi történik a piros társaságnál, nem? Igen. Elnézést, csak egy feltöltőkártyát szeretnék, hogy bemegy oda, és az is, hogy mindenki megőrült. Na, mondtad, hogy mondani akarsz valamit. Vagy dühöngeni egy kicsit? Vagy, hát figyeljetek, srácok, hát én egy picit meg vagyok ma fogva, mert egyszerűen ledermettem, amikor reggel bejöttem. Ugyanis az volt a tervem, hogy megnézzük végre, ahogy a mi kis malac perselyünkben mennyi pénz jött össze az elmúlt évben, mert ugye, aki valaki esetleg most tekertett a Kossuthról, hogy az előbb mondta Balázs, volt nekünk egy olyan kis elhatározás, hogy mindig, amikor késik valamelyikünk a adásból, akkor vagy kimond esetleg olyan szót, amit nagyon sokszor hallottunk már tőle, akkor be kell dobni egy 100-ast a mi kis malac perselyünkbe, és ebből nagyon komoly összeg jött össze, legalábbis súlya alapján ezt lehetett érezni, meg ugye azért láttuk is, hogy mit raktunk bele, kisebb-nagyobb sok összegeket. Igen. Így van. Na, és valaki rakott bele, vagy mit történt? Nem, hát konkrétan azt történt, hogy valaki kizámolta az egészet, ne! És maradt az egészből körülbelül egy ilyen 1900 forintnyi apró. De hogy vette ki belőle? Úgyhogy az alján lévő kis műanyag zárat feltörte, amit később aztán összeragasztott celluxal, és visszahelyezett nagyon ügyesen, óvatosan, és körülbelül 1900 forintnyi aprót hagyott benne. De abban 10-20-30 ezer forint volt benne. Simán volt benne annyi. Szóval a pofám leszakadt tényleg. És bejöttem reggel, mondom, összeszámolom, és akkor megbeszéljük majd itt, mit tudom én, kis üres idők, hogy nyilván adásban, hogy mi legyen a terv, megkérdezzük a hallgatókat, mire költsük, mire fordítsuk ezt a dolgot, és akkor 1900 forintnyi aprót találtam ebben a persében. Na most van egy nagyon durva ötletem. Pótoljam ki? Légy szíves, tedd bele. Vegyünk új lenyomatot. Igen. Vegyünk újra. Miután én összefogdostam az egészet. Áj, de hülye vagy, hát a TED helyszínére kesztyűbe kell menni. Azt a mindenit, nem vagyok rutinos tolvaj. És azt akartam, hogy menjünk végig mindenkin, és vegyük le az új lenyomatát. Egy hetet, két hetet szálljunk rá, és aki nem adja oda az ujját, ő a tolvaj. Aha. De komolyan mondom, most én ebbe most időt fektettem volna, hogy elviszem ezt a rendőrségre, van ismerős, van kapcsolat, levesszük az új lenyomatot, csak az a baj, hogy ott jártál a TED helyszínén, és minden szétszédultál, és utána egyenként végigmegyünk. Csak hát mondjuk itt ez külsős is lehetett, hát a mi szobánkba bárki bemehet. Tehát ez nem biztos, hogy bárki klasszos volt, az utcáról be tudsz jönni, mert ugye a mi irodánk az ellenőrzésen kívül van. Tehát ez nem biztos, hogy kolléga volt. Igen, az a baj, valószínű, hogy nem. Az a baj, hogy tényleg nagy valószínűség az én új lenyomatomat fogod megtalálni most a persén. Pedig az volt a terve reggel, hogy kirágom az alját. Az a baj, hogy közben a Viki is megfogta. Igen? Igen. De... És ennyi év után még jól esett? Nem tudom, aludtam. Hát most írtam SMS-re, hogy tegnap este megfogtam, de már aludtam. Nem, a perseit. Ő is megfogta, most írta nekem. Tehát ez akkor nem jó. Hogy tudnánk lebuktatni? Mit csináljunk akkor vele? Ez egyébként egy rohadt dolog. Megfogta a persét és kérte, hogy nézz. Megfogta a persét és belenézett. Hát ez egy nagyon rohadt dolog, ezt mi éveken keresztül gyűjtögettük. És ott van, és ráadásul ezt az 1900 forintot is össze kellett így szinte rollnézni, ilyen kis oszlopokba tettem a 20-asokat, 10-eseket, meg az 5 forintosokat, hogy tudjam, hogy mekkora összegről van szó, mert persze a nagy címletőeket minden elvitt. Marad benne a papírpénzt is. Hát az összeset. Atya úristen. És én nem volt elég bátor, nem mert elvinni az egészet, tehát benne hagyta. Ez a tipikus tolvajkodás, amikor úgy nyúlsz le valamit, hogy egy kicsit azért aprót ott hagysz. Igen. Ha megrázzák, akkor csörögjön. Igen, ne vegyék észre egyből, hogy lebuktad. De lehet, hogy akkor ez napok óta így van, mert ugye te manyultál hozzá, hogy számoljuk meg, de lehet, hogy ezt most kivették egy hete, mert nem minden nap. Simán, hát most már hetek óta nem nyúltam hozzá, nem foglalkoztam különösebben vele.
Atya Isten! Lehet, hogy a sales nem volt elég bevét. Ki kellett voltolni. Nagyobb tételek mozognak. Kell még 60 millió gyerekek, kell még 60 millió. Hát nincs más, abban lépesség törik. Abban meg lesz legalább 30 ezer. Atya úristen! Volt a góra, és kicsit elégedetlen volt. Mi van, ha az egész kamu és te voltál? Hát. Jó, az egész egy ilyen jól felépített összeesküvés elmélet, mert most előjöttél felháborodva, kicsit műfelháborodva, hogy úgy, de ki vagyok, ellopták a persét, és igazából már az egész család a McDrive-ba ült hétvégén, tömted be a vegaburgereket, nyomtad virágarcába a sült krumplit, és mondtad, hogy nem fogunk megcsúszni, nem raksz be valami zenét? Egyébként ez egy rohadt dolog, komolyan mondom, hogy törjön el a nyaka. Na jó, nem, azért ennyire. Annak, aki volt, de tényleg az élet úgyis visszaadja. Ha lopsz, akkor előbb-utóbb tőled lesz. És jönne be valaki, hogy évek nyakmerevítő. Te voltál. Mint hordgyulattal az én vas koronám. Igen. Drága hallgatók, segítsetek nekünk. Ti, a saját munkahelyeteken, hogy buktattátok le azt, aki nyúlt? Uh-huh. Aki elvett valamit? Milyen trükkök vannak? A rajtakapás pillanatát írjátok meg nekünk. Minden munkahelyen azért előfordul a kisebb-nagyobb csintevések, a másik kajájába beleeszek, a hűtőjéből veszem ki, elviszem a WC-papírt, elviszem a budipapírt, de vannak Sherlockok is, akik arra szakosodnak, hogy lebuktassák a munkahelyi tolvajokat, ugye? Tehát kétfajta ember van, aki el akarja kapni, meg aki csinálja. Igen, az is kell nekünk egyébként, hogy kimarad az egészből. Kellenek jó tippek is, arra nézve, hogy buktassuk le mi a tolvajunkat, de tényleg, hogyha volt ilyen nagy rajtakapásotok, hogy bementetek, mit tudom én, a kis konyhafülkébe, és azt láttatok, hogy nyitva van a hűtő, és az egyik kollégátok ott áll, és éppen lefettyeli a majonézes burgonyátokat, akkor azt írjátok meg, az a pillanat, az biztos, hogy beégett neki is, meg nekünk is. De figyelj, most azon gondolkozom. Igen, azon gondolkozom, hogy azért, mert most a te meg a Viki új lenyomaton rajta van, azért még a csávóé vagy a csajé nem tűnik el. Tehát én le tudom vetetni ezt az új lenyomatot. Nem, hát azért nem tűnik el. Hát azért tehát az akkor kizállásos alapon akarod megtalálni a tettest. Tehát nem a Viki, nem én, akkor valószínűleg a harmadik. Hát lesz. Ha nem ti ketten fogtatok össze és vezettek meg engem nagyon, és megyek rendőrségre, veszem le az új lenyomatot, ti meg ketté dobtatok a pénzt Vikivel is nagyon. Hát kell a költőpénz a hétvége, addig a koncertre ketten megyünk. Azért azt még le lehet venni. Na jó, futok egy kört, ez tényleg érdekel. De miért? Utána az lesz az érdekes, hogy veszük le az új lenyomatot itt mindenkitől. Itt azért 300 ember dolgozik, nem csak a rádióban, tehát azért itt van más szerkesztőség is, mindenki hol körül. Léci nyújj be, igen, bele a tintába. És utána nyom bele a papírodat. Nem teljesen életszerű a dolog. Na jó, van, azt írja valaki, a Feró nagyon hallgat, nekem gyanús. Te voltál, Feri? Micsoda? De tényleg. Elvitték a pénzünket. Ne hülyeske, én bent se voltam, hát nem én lehettem, hiszen én ma reggel nem ott kezdtem, és, de megmaradt a persének a darabja? A persé darabja 1000 forint, elvittek 28-at körülbelül. Ma reggel olyan felfedezte, hogy kifosztották a perséjüket. Az aljának is műanyag zárat, azt konkrétan eltörték, mert nem tudták úgy kinyitni, hogy ne sérüljön, eltörték és össze celluxozták. Ez nagyon mekkora rohadékság. Ez elképesztő rohadékság, igen. Azt írja, aki Tolvaj Reni volt. Na jó. Drága hallgatók, írjátok meg nekünk, ti hogy fogtátok el a munkahelyi tolvajt? A besurranót, jó? Mi volt a trükk? Hogy figyeltétek ki? Mi történt a lebuktatásnál? Mit vitt el? És aztán hogy buktattátok le? Jó? Jövünk az SMS-ekkel nem sokára, illetve döntöttetek lassan a hírek után? Tudunk nyertest hirdetni? Tudunk még hozzá többet is, úgyhogy jöhetünk vissza. Összedugta a bizottság a fejét. Nem én voltam tisztelt hallgatóság, csak Laci döntött egyedül. Őt utáljátok, de nagyon Laci, adok egy 5000-est, hogy megbeszéltek. Igen, 10 óra után őt kell majd megvárni, baseball ütővel, meg viperával. Rendes vagy. Fél 8 óra pontosan, 2 perccel jövünk, Ákos hírei után. Hatalmas ez a lajcsi szám, volt ideje megtanulni angolul, írja valaki. Mexikóban köszönjük szépen, 3:48 lesz pontosan. 3 perc múlva itt vagyunk, és nem sokára eredményt hirdetünk, és kiderül, hogy kik azok, akik már mennek ugye Adél koncertre, de még nem az összeset Adi jegyet adjuk oda, még számítunk hallgatóinkra 8 óra után, 9 óra után, tehát senki semmiről nem maradt le. Lehet menni még a Deák Ferenc utca 19-es szám alá, ahol Feri egyébként várja hallgatóinkat, és semmiféle összefüggés nincs április 1-e és a beöltözött hallgatók között. Tehát ez abszolút, ne is gondoljátok, ne is gondoljátok, hogy ez így van. Sőt, nem, hogy így van, meg jutalmazzuk hallgatóinkat, és Birminghambe indulnak már holnap.
a barátjukkal, barátnőjükkel, szerelmükkel, anyukájukkal szépen a hónukkal elveszik, bárki, akivel menne hallgatunk, aki nyer, és elmennek egy jó kis Adél koncertre. Napjaink egyik legismertebb, legnépszerűbb és legfelkapottabb popstárjának a koncertjére látogathatnak el többen a Klassz FM és a Klassz FM támogatójának jó voltából. Köszönjük szépen, jó lesz elődnek. Zenebutik, zene híd, élő adás, varázs, zene összeküld minket. Átvágom magam a buxusom, itt áll mellettem Soltész Rezső, aki legújabb albumával jelentkezik idén is. Na, ki vagyok ezen a persélyen? Komolyan mondom, ki vagyok. Ez most megakasztotta a gondolatmenetemet, a lendületemet, a sodrást, és mindent amit belepakolok a reggelekbe. Az utolsó mákszemi kis hitet is. Az utolsó hitet az emberekben, emberek iránt tápláltam, azt elvette ez az eset. Ez egy rohadt dolog egyébként. Azt mondják, hogy ott van a Celluxon az új lenyomat. Tehát, hogy nekünk csak a Cellux kell, nem kell más. Én beviszem a Celluxot a rendőrségre. Van ismerős. Leveszem az új lenyomatot. Még nem tudom, mit érek vele. Leveszem az új lenyomatot. És tudod, mi a másik, amit szerezni fogunk hétfőre? Egy hazugságvizsgáló. Szerzünk egy hazugságvizsgálót szoftver alapján, szoftvereset, tehát nem kell már ugye a rendes régi klasszikus poligráf. Laptoppal, szoftverrel meghívunk egy szakértőt, és aki csak itt így elflaggál, az itt csak úgy szúrópróbaszerűen behívjuk. És beültetjük a gépre, felcsiptetjük a bimbójára az érzékelőket, és keresztkérdésekkel bombázunk. Benne vagy? Benne, jó? Hát, hát ez zseniális lenne. Feri, egy jó kis hazugságvizsgálat, már nem téged, hanem hétfő hazugságot vizsgálunk, jó? Nagyon várom, ráadásul csak azért, mert én közben fölgöngyölítettem a szálakat. Na, mi vagyunk az egyetlen, akiknek pénze tűnt el, tehát nem csak a Morning Show stábja. Képzeld el, hogy a Sales-en és a promóción is van egy kis kassa, ami ráadásul teljesen titkos volt eddig, egy ilyen kávés kasszáról van szó, és Alita kolléganő most jelentette, hogy bizony azt is időről időre valaki megdézsmálja. Igen. Tehát már két helyről viszik a lóvét. Azt mondom, fogjuk meg a pockot, öntsük ki az űrgét. Még a lukból. Gyerünk. Így van. Nem tudjuk, ki az a csóka, de meg lesz a szarka. Találjuk meg, kapjuk el, kapjuk el. Jó. Itt van közöttük, itt van közöttük. Hát ugye nyilván, ha itt van tényleg, hát ez akár külsős is. Külsős is lehet, eltűnt egy pillanat. Mondjuk ennek viszonylag a pulta. Viszonylag szerintem kicsi az esély, hogy valaki bejön az utcáról. Jó napot! Elnézést, csak, csak a barjék percéért. Csak körülnézek. Nézzük egy-két SMS-t gyorsan, mit írnak a hallgatóink. Reggeli kakaómat valaki megitta. Kérdem a 4 éves fiamat, hogy nem tudja, hogy hova lett. Majd kakaós Joker szájjal azt mondta, hogy szerinte a Keri apa volt. Nagyon helyes SMS-ek vannak. Ugye arról beszélgetünk, hogy hogy lehet megfogni, kiönteni a munkai ürgét, elkapni a munkai tolvajt. A cigarettát lopta egy kolléga, amit nem csak tőlem tett, de mivel már meguntam eltartani az ismeretlen kollégát, így tettem bele egy fél centis erős paprika erejéből egy darabkát, és ahogy szoktam, ott hagytam a cigis dobozt. Negyed óra múlva meglett a kis haszontalan, aki dézsmálta a készleteimet. Ezt Gábor küldte nekünk. Pár éve benzinkúton dolgoztam, ott volt egy kolléga, aki rendszeresen lopta a feltöltőkártyát mobilokhoz, és pekére a rendőrség melletti kocsmában próbálta eladni hónapokig figyeltem, mire sikerült lelepleznem. Egy ismeretlen telefonszámról kaptam hívást, hogy azonnal menjek oda a rendőrség melletti kocsmába, mert ott árulja a feltöltő kártyát. Szidi küldte nekünk. Nagyobb gyárban az étkezőben bemondta a hangos bemondó, hogy az egyik kolléga ebédje eltűnt, és speciális étrendje volt. A gondolt volt, hogy a gyógyszer is benne volt. Néma csende, kb. 10 perc van, hanyatt esett az egyik delikvens. Jó, oké. Okay. Most egy percet kap az, aki ellopta, hogy feladja magát. Néma csend, és egyszer csak valaki kidőlt balra. Az milyen 10 perc? Fennakadt szemmel habzó szája. 10 perc néha csend, utána hanyat vesett a derékvers. Mentőt kellett hívni. Úristen, de jó sztori. Van egy hallgatónk is. Halló, jó reggel. Ciao. Jó reggel, sziasztok. Hello. Ani, nálatok hogy buktattátok le a kollégát? Hát igazából én voltam az, aki lebuktatta. Hát közös műszakban dolgoztunk, ez is egy benzinkúton történt az eset. Folyamatosan tűntek el pénzek, az esti zárásnál a kasszából tűntek el, majd nekem is volt ugye a táskámból, és akkor így ezt megelégeltem, nem szóltam senkinek, és az egy éjszakás műszakban hát igazából a kassa mellé lejtettem direkt egy nem nagy értéket, 1000 vagy 500 forintot, nem is tudom, és tudtam, hogy ezt ugye fogja venni a kamera, ha ő ezt elveszi, és akkor direkt úgy mozogtam, csináltam, mint hogy aki nem venné észre. Aha. És ő szépen a lábával, finoman, óvatosan, ahogy én nem vettem észre, húzta arrébb, és vette fel a pénzt, és rakta el zsebbe. Atya Isten, és ezt végignézted, ahogy ugye szerinted a tudodon kívül, de nyilván te láttad, igen. Lopja el tőled a pénzt a padlón. Igen, 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 és ugye ez nem volt kérdés, hogy ez ki ez a pénz, és hogy a kassza pénze, mert azért a kassza mellé ejtettem le, tehát nem az volt,
hogy akkor az öltözőben valaki elhagyta, és akkor ott találtam egy pénzt, vagy mondjuk egy vásárló elejtette az ügyféltérben. Nem, hanem ő ezt így elvette. Hát igen, én még jobban zavarba voltam, és én féltem, hogy ezért fogok lebukni, mert én zavarba voltam, hogy láttam, hogy háttal állok, ugye oldalra láttam, hogy... Persze, ilyenkor az embernek kellemetlen, hogyne, persze. Nagyon, nagyon az volt, és főleg azért, mert amúgy szerettem ezt a kollégát, és én ezt nem is gondoltam volna róla, hogy ezt akkor ezt így megteszi. Hát sajnos igen, utána szembesítve lett ezzel a történettel, ő még akkor is tagadta, tehát nyilván azért egy közösségben egy kollégával így nem tudtunk együtt dolgozni, és így el lett küldve az illető. Abszolút, hát ezt megértjük. Mani, köszi, hogy elmondtad. Nincs. Hello. Azt írja valaki, hogy menjünk be a többi osztályra a kollégákhoz, hogy valaki fel tudná váltani egy 10 000-es apróra kell az automatához. Aki fizet, az volt. De az, hogy ebben voltak 500-asok, meg voltak 1000-esek. Tehát egy csomó pénz volt ebben. Tehát 20-30-40 000 forint volt egyébként. Munkai hűtőrablónak gesztenyepürőt készítettünk borotva habbal, azt hittük megfogjuk, de nem. Később somlóit készítettünk ricinussal, így már elkaptuk. A borotva habos megoldás is jó. Igen, ott azért elárulja. Igen. Az illat. Na jó van, hétfőn ezt tovább göngyölítjük. Szerzünk poligráfot. Szakember, poligráf, műszer, és aztán szépen beültetjük egyenként, aki erre jön. Oké, nézzük az eremény hirdetést. Feri, hogy döntöttetek? Ki az a két ember, vagy két csapat, aki most egyelőre elvisz tőlünk két AD-jegyet? Na, akkor kettőt odaadunk, közben még érkeztek egyébként nagyon-nagyon jó jelmezek, és még mielőtt lincselésre kerülne a sor, itt a kihelyezett stúdiónkban elmondanám, hogy nem csak azok voltak benne a kalapban, akiket bemutattunk, tehát akikkel beszélgetünk, hanem mindenki, jó? Úgyhogy, és természetesen lesznek még átadandó jegyek majd. Így van, így van, még nagyon-nagyon sok jegyünk van. A két első nyertesünk, akkor így mondjuk, az egyik egy kreativitás díj, azzal kezdjük a történetet. Ha már kreativitás, akkor ugye itt néztük a jelmez kivitelezését, de néztük azt is, hogy hogyan jelenítette meg az adott országot, és azt gondolom, hogy nem lehet véletlen, ha Kréta megnyerte az egyik jegyünket. Gyere Kréta, légy szíves, vagy nagy tapsot, oly, de rendesek vagytok. Egyrészt azért, mert gyakorlatilag ő így jött végig a városon egy centis lépésekkel, ahogy most látjátok. Ő ugye egy nagy fehér hengert rakott magára, a feje tetejére pedig egy hát a Krétának a hegyét, és akkor így egy picit áthallásosan ugye Görögországot meg kellett jelenítenie. A másik nyertesünk pedig egy 6 gyerekes családanya. Hol vagy? Gyere Párizs, ugye elmondta a hölgy, hogy ő gyakorlatilag azért csinált hülyét magából, és jött így keresztül a városon, mert az egyik gyereket szeretnéd Adél koncertre elküldeni. Igen, de rutinból csinálok hülyét magamból. Ja, ez neked megy? Persze, természetesen. Tehát arra papagáj jelmezbe lemenni egy boltba palacsintát vinni az eladóknak nem probléma. Mit csináltad? Melyiket? Az arra papagájosat. Azért, mert ha csak 2 percig mosolyt csalok valakinek az arcára, tök mindegy, hogy én mennyire vagyok hülye közben. Aha, azt hittük, hogy Brian Adams koncert. Ugye? Igen, te vagy a mi emberünk. Jól van. Jó. Nem lehet normálisnak lenni. Így is van. Van egy kérdésünk, amit föl kell tegyünk, tudás alapú kérdések. Azt ide írta a Laci, hogy Franciaországnak ezt kérdezem, meg mi Párizs híres múzeumának a neve. Itt megremegett a térdem, mert van neki egy pár, akkor csináljuk azt, hogy annak a híres múzeumnak, ami előtt van egy üvegpiramis. A Louvre nagyon jó volt, és mivel úgy döntöttünk, hogy nem tártunk görögországos kérdést, és nem tudtunk fejből írni egyet, Krétától azt kérdezzük, hogy mi Svédország pénz neme? A válasz a svéd korona, B valami más. Svéd korona. Nagyon köszönjük, gyerekek! Itt egyszerűen dübörgünk. Még a tudás alapú kérdések se tudtak kifogni a kedves hallgatók. Elképesztő. Jó van, nektek jó utat, érezzétek jól magatokat, jó? Vigyázzatok magatokra, mentek. Köszönjük szépen, merci bien. Ó, köszönjük, nagyon boldog vagyok. Jól van, menjetek Adél koncertre Birminghambe, és érezzétek jól magatokat, jó? Puszi nektek, köszönjük. Még vannak Adél jegyek, nyugtasd meg a lincselésre váró tömeget, akik téged akarnak meg Lacit elkapni, hogy még van egy csomó Adél jegyek. Nem mi voltunk, én már Lacit is kimentettem a dologból, nem Laci döntött, és nem én, gyerekek, maradjatok, még mindjárt bemutatunk akkor újabb jelmezeket. Érdekes, Lacit még legalább folytogatja a Lánchíd. 5x2 jegyet még oda tudunk adni, jó? Így van, így van. Oké, kapcsolunk nem sokára újra felé. Ciao, szevasztok, puszi, hello. Mi pedig játszunk a kérdés, mit mond óra? Visszafelé beszélünk. Ülészebb élet a szív. És hozzájállat, élet a szívvelom. Aki kérdez. Sziasztok, Dóra vagyok. Találjátok ki, mit mondok visszafelé.
Was ist aki válaszol? Halló, jó reggel! Szép jó reggelt! Jó reggelt! Szia! Kicsit előbb nyomtam be magam a társba. Hello Gábor, honnan hívtál minket? Sziasztok, jó reggel! 16. kerület. 16. kerület. Híres 16. ember vagy tárgy? Ezzel tudlak téged így megkínálni híres péntek ember reggel. Vagy tárgy? Azt kérdezhetem, a híres ember az lehet külföldi és magyar is, jól gondolom? Más, tudsz még egy harmadik verziót? Földön kívüli. Igen, mondjuk ott könnyebb lenne az IT, ugye? Külföldi és magyar is lehet. Általában magyar, a legtöbb esetben magyar egyébként. Akkor maradjunk a híres embernek. Híres ember. Indul az óra, fél percet van, figyelj, sok sikert. Iccal rápság. Iccal rápság. Iccal rápság. Rápság, rápság, rápság. Gáspár, milyen Gáspár? Az, az. Milyen Gáspár? Hát? Ital, ital, mm-mm. Ital. Nem, utassam még egyszer, csak akkor kiveszek a blökét. Megteszem. Iccal rápság. Iccal. Ical. Laci. Az, na, ragd már össze. Miért nem mondtad ki egybe? Ó, de kicsit ilyen nehezen tettem össze. Ja, nagyon jó vagy, Karamel. Gáspár László, a becsületes neve. Gáspár László, de igen, mi közül szerette Gáspár Laci. Hát megfejtetted a Gáspárt majd, az Icalt is megfejtetted, és azt mondtad, hogy Laci. És vártam, hogy bemondod egybet. Hogy Gáspár Laci, igen. De vajon ki lehet? Tényleg. Nem mondtad ki egybe. Hát de kár, pedig meg lett volna, hát kimondtad külön-külön. Külön-külön, és ne, akkor Gáspár Lászlót én nem kaptam most. Nem kapok én ezért. Mi a szabály? Úgy, hogy Jani a szabálykönyvet a 26. oldalon. Nézem. Harmadik bekezdés, negyedik sor. 26. sor. Mondja. Tehát, hogy mi a szabály? Hogy mit csinálunk? Adjuk meg, jó, adjuk meg, na jó, adjuk meg. Külön-külön igazából kimondta. Tehát, hogy meg volt a Laci is, meg volt a Gáspár is, csak hát igen. Nagyon köszönöm a kedvességeteket. Jó, külön-külön kimondtad, nem vagyunk szigorúak. Kapsz hát én Lászlóra számítottam, nem gondoltam, hogy Bece nevet adunk. Hát, ugye, úgy így hallottad már a Gáspár Lacinak nevét, hogy Gáspár László. Színpadon Gáspár László. Nem, László. Igazatok van. Jó, figyelj, nem baj, külön-külön kimondtad, mi ezt elfogadjuk, Gábor. Jó? Csodálatos. Urak, nagyon szép napot kívánok. Mi vagyunk értetek. Nem ti értünk. Mi igazán nincs mit. Jó hétvégét. Ciao. Köszönjük nektek is, viszont sziasztok. Viszont. Igen, megvan a Gáspár, megvan a Laci, ki lehet, basszus, az a kutya fáját. Nem jut eszembe ki, ez Isten lehet. Szenzációs játék volt. 8 óra lesz pontosan, 4 perc múlva jövünk, Ákos híre jut el. És most, hölgyeim és uraim, hangerőt feltekerni. Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 8 óra után vagyunk pontosan 8 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, több fronton zajlanak az események. Ma reggel itt a Morning Show-ban, egyrésztről ugye itt a stúdióban, ahol ugye hát témákkal is foglalkozunk. És aztán a másik oldalon pedig Feri van, ugye a Deák Ferenc utca 19-es szám alatt az 5. kerületben, egy Vodafone boltban, ahol is ugye, meg hát, és semmi köze tényleg az április 1-jéhez, de hát hallgatóink ugye magukra öltve különböző kreatív találmányokat próbálnak bennünket meggyőzni arról, hogy szeretnének elmenni Birminghambe egy Adele koncertre, és hogy egy hallgatónk írja, hát sietniük is kell, mert 4 óra is itt Adele. Úgyhogy... Oké, okay, köszönjük szépen az SMS-t. Úgyhogy még mindig nem késő, ha valaki szeretne eljönni a helyszíre, és valamilyen európai országot megjeleníteni, valamit kitálni, ugye ha most ébredsz, az már lehet, hogy késő. Tehát hallgatóink nagy része azért egy éjszakán keresztül dolgozott a jelmezeken, most már nem biztos, hogy valami igazán jót össze lehet állítani. Igen, és Görögországunk már van, tehát hogy az, hogy valaki magára ránt egy lepedőt, aztán bejön ide és eljátsza nekünk Zeus-t, az már önmagában nem lenne nagy kunszt, mert már van Görögországunk, ami zseniális. Igen. Én mondjuk a 6 órán keresztül készült telefonfülke arcát megnéztem valamikor Kréta nyert, nem? Igen.
Kreatív, akkor én mi pillanatra vagyok? Szerintem nyelt egyet a hallgató. Igen, hát jó, nem vagyunk a helyszínen. És foglaltat jelzett. Tessék. Mindenki máshogy dönt. Itt vagyok, Feri, széttártad a kezed, figyelünk, mond, mondani akartál valamit közben, átlag? Nem. Inkább nem. Inkább nem, akartál mondani inkább valamit? Nem. Figyelj, inkább nem. Hát mondhatod, mi is máshogy gondolkozunk itt is, máshogy a helyszínen. Nem én döntök egyedül, tehát kezdjük itt a dolgot, ugye? Nincs ez a baj, más, a másik pedig, hát még rengeteg jegyünk van, érted? Most itt egy csomó olyan jelmezkészítő van, aki siet, hát nem akarom őket elengedni. Aki siet, nem menjen vagy dolgozni, siet? Persze, a siet, ja, siet. Sietős, például telefonfülke bejelentette, hogy ő menne 8-ra, mondtam, apa, meg kell. Akkor viszont meg kell szenvedni a jegyél, nem úgy van az, hogy csak úgy odaadjuk, és hát érkeztek még újabb pályaművek is. Jó, állítsd magad mellé őket, mert hogy mindjárt megszólaltatjuk, és akkor szerintem a mai órában is dobunk majd, vagy a 8 óra utáni órában is dobunk majd 2 darab egyet, illetve ami még fontos, hogy hallgatóink kérdezik, hogy adáson keresztül hogy lehet megnyerni. Egy jegyet megsporoltunk nektek, illetve pontosabban egy dupla jegyet, drága hallgatók, ti, akik nem tudtok ott lenni a helyszínen. Úgyhogy 9 óra után majd a kérdés-válasz rovatunk után jön egy kérdés, amire SMS-ben kell válaszolni, és az SMS beküldők közül azok is lehetőséget kapnak, akik hát... akik tulajdonképpen nem, nincsenek ott a helyszínen. Tehát egy hallgatónk valakivel másodmagával elmehet úgy Birminghambe egy adélkoncertre, hogy jól válaszol a kérdés, és rádióhallgatáson keresztül nyeri meg ezt az adást. De, nagyon rondán mondjam. De most szerintük azért valahol logikus az, hogy igazából azok a díjazók, vagy díjaztók, akik a munkát, energiát fecöltek bele, korán keltek, oda mentek a helyszínre, stb. Így van. Úgyhogy ott lehet a legtöbb jegyet megnyerni. Jó sokan vannak, még ne szólíts meg senkit, mert közben nekünk itt vendég vannak a stúdióban, csak azt látom, hogy jó sokan vannak ott körülötted, Feri, gyűlnek a jelmezek, nem? A legjobbak lassan. Azok már 6-kor itt voltak, tehát de komolyan, sőt, szerintem 5-től van, aki itt várakozik már, mire megnyitottunk, de azóta is van néhány új érkezőnk, úgyhogy jönnek folyamatosan. Látok igazán lelkeseket, és látok alibizőket, akik reggel 7 órakor megriadtak a fejük, és csaptak az, hogy te menj már be, Feri, ezt fogjál. Mi az? Hozd azt majd valamit kitalálni, üdj a kocsiba, ötönk egy gyere gyorsan. Tehát azért látom, hogy azért valaki komolyan vett életet, van, aki egy kicsit későn ébredt. Jól látom? Hát kérlek szépen, az, hogy ugye a narancssárga szín és egy sodrott cigaretta a kézben, az mindenkinél ugyanazt jelenti. A legegyszerűbb, legalapabb felszerelési tárgy. A fiatal ember legalább egy tulipánt még magára aggatott, hogy valahonnan csorta. Ezt vetted ma reggel, vagy egy ilyen virágágyásból? A virágágyásból. És legalább őszintén elmondja, hogy ezt lopta. Igen, és legalább a sajátból. Nem a saját szomszédnéni? 11. kerületből. Nem loptam, mert a saját kertemből nem lopok. Ja, jó, akkor úgy, igen. Egy elképesztő cigarettával a kezében, igen. Itt áll még egy fiatal ember, akinek viszont gipsz van a kezén, az hozzátartozik a dologhoz? Csak eltört a kezem. Oké, köszi. Édesem, mi történt a kezével? Hát akkor kérdezzük meg, mi történt a kezeddel? Foci közben eltört. Rosszul nyúltam bele a labdába. Foci közben belenyúlsz a labdába kézzel? Igen. Igen? Kapus vagy esetleg? Igen. Ó, és hol játszol? Hát csak az Erzsébet téren játszottunk délután. Ja, hogy csak leventetek kicsit az Erzsébet. És úgy belenyúltam rosszul, is eltört. Édesem. Jól van. Na, ha már így megszólítottunk, hogy hívnak, mondd a neved, léci. Kovács Krisztián. Krisztián, te mit képviselsz, melyik országot? Gyere, látunk, köszi, Feri, abszolút. Magyarországot képviselem. Aha, és te vagy a... Ja! Hát igen, a Gellértei szabadságszobor. Igen, az ország legnagyobb sörnyitója. Igen, nem? Szokták rá mondani, de tényleg egyébként. Tehát te képviseled a szabadságszobrunkat. És ki menne Adél koncertre? Az anyukámmal. A mama viszont Túró Rudinak öltözött. Gyere, csak mutasd meg magad. Mama minek öltözött? Túró Rudinak. Tényleg a Rudi. Aha, értem. Hát mondjuk ez így nőként a Rudi az egy viszonylag nehezen értelmezhető dolog, de hát megoldjuk, megpróbáljuk feldolgozni. Tehát két fontos jelkép Magyarországról. Egy apró dolog maradt le. Kicsit úgy tűnik, hogy erre egy reggelészbe kaptatok, hogy te valamit vegyünk már föl, nem? Tehát így gyorsan, és akkor a kockásabb rossz így a fejedre fordította, azt látom. Ugye? Reggeli készítés a jelmez? Nem értem. Már tegnap kitaláltátok, hogy minek ők... Tegnap. Nem, kérlek szépen, ami vicces, hogy ezen ők sokat dolgoztak. Igen, hetek óta. Sokat törtük a fejünket, hogy mi legyen. Jó, van, nagyon helyesek vagytok, köszönjük nektek is, hogy eljöttetek. Nem sokára eredményt hirdetünk, jó? Feri, maradsz itt velünk? Maradhatsz, mert hallod az adást egyébként. Persze, abszolút. Nem akarom menni. Nem, jó, figyelj, itt a 10-ig itt marasztalnak. Van reggeli, úgyhogy maradok.
Jó, nekünk itt közben vendégeink vannak, és valami egészen mással folytatjuk egy rövid kis időre, mert hogy olvastunk egy párról egy cikket nemrég az egyik internetes portálon, talán az Indexen jelent meg, ezt elárulhatjuk, és hát szemünk szánk tátva maradt, mert olyan adatokat, olyan távokat olvastunk, hogy arra gondoltuk, mindenképpen szeretnénk benneteket megszólaltatni és meghívni a stúdióba. Takács Krisztián. Mondja. Csernus Brigitta és Takács Krisztián a vendégünk. Jó reggelt kívánunk nektek! Jó reggelt! Sziasztok! Csak azt akartam mondani, hogy be is akartunk írni az Indexhez, mint rendszeres olvasunk, mert hülyeségeket hírtuk, hogy ezek a számok nem léteznek. Ekkora távokat nem lehet lefutni, főleg nem tett. Igen. Na, csak mondom a számokat, mert egy tényleg megdöbbentő, ugye két heteti párban lefutottátok 28 óra 56 perc alatt a Börzsöny csúcsaira felévelő papíron 152 kilométeres pályát, ami ugye tulajdonképpen azt jelenti, hogy ebben van egy 7100 méteres szintemelkedés, amit le kell küzdeni, és több mint egy napon keresztül tettétek meg ezt a távot. De az ember elolvasta ezt a cikket, és így elkezdett gondolkodni, hogy úgy körülbelül mi az a táv, amit ő mondjuk így le tudna futni. Nyilván nem mi vagyunk a mérce, nem? És az ember nem saját magához kell, hogy mérjen egy ilyen ultrafutót, vagy akár kettőt, de ez valami elképesztő. Ez valami elképesztő. Főleg, hogy ezt egy nő futotta le, nem mintha kevesebbet tudnátok futni, Brigitta, de hát azért ez nem akármi. Jól mondom, hogy 152 kilométeres maga a táv? Igen, pontosan 152 kilométer volt, és azt nagyon fontos tudni, hogy a kör az nem egy klasszikus terepfutó verseny, tehát nincsenek ellenőrző pontok, nincsenek frissítő pontok, nincsenek kint a pályán drukkerek, mindent vinnünk kellett magunkkal, a kaját, felszerelést, a az éjszakai ruhát. A drukkereket. A drukkerek, igen, a zsákban. Nem, egyébként az interneten végigkövetni lehetett a mi útunkat, tehát volt nálunk egy jeladó, és volt, aki éjszaka is követett, hogy merre mentünk. Ez hogy kell elképzelni, hogy egy adott ponton indulsz, mindig egy fix pont, egy adott pontra kell visszaérned, és egy, gondolom, egy adott térkép alapján kell ugye magát a kört lefutni, ami a Börzsönyben van. És Krisztián, te is beszélj nyugodtan, ugye, mert hogy te már ezt többször megtetted, vagy többször lefutottad. Igen, alapvetően kap az ember egy pontosabban az interneten is megtalálható ez a térkép, erről a 152 kilométerről. Az erdőben természetesen turista jelzések vannak, ezeket követjük. Hát mindenképpen nagyon fontos, hogy az ember jó helyismeret rendelkezzen, mert hiába a térkép, hiába a turista jelzések, óhatatlan, hogy az ember több kilométert, nehogy Isten, több 10 kilométert is bele tud tenni az eltévedések miatt. Hmm. Azt mondtátok, hogy nem olyan klasszikus terepfutóversenyről van szó, tehát akkor itt nincsenek is olyan ellenőrző pontok, amiket mindenképpen érintenetek kell ahhoz, hogy hiteles legyen a végeredmény? Azok a klasszikus ellenőrző pontok, amik egy futóversenyen vannak, nincsenek, de nem szabad letérni a megadott útvonalról. Nyilván elmehetsz, bevásárolhatsz, ha elfogy a kaját, de ugyanoda vissza kell menned, tehát meg kell keresned. Hát igen, leugrok 6 kilométer oda, 6 kilométer vissza, tehát így nagyjából így kell elképzelni, de ugyanoda kell visszatérned, és nem szabad az útról letérni. Nekünk volt egy eltévedésünk, ami úgy nagyjából szerintem egy óra pluszt jelentett. Igen, ugye állítólag, illetve mi is azt olvassuk, hogy kb. 10 kilométerrel többet futottatok, mint amennyivel, amennyit kellett volna? Igen, igen, ez úgy nézett ki, hogy plusz azt hiszem 2 kilométert, 3-at mentünk, de kimaradt egy szakasz. Felhívott a rendező, és szólt, hogy vissza kell mennünk. Otthon az ágyában. Igen. Ne arra, hogy éjjel kettőre, hogy fekszem az ágyban, sorozatok nézni. Menjél vissza az a ponthoz, mert kimaradt egy szakasz. Nem csalunk, nem kolbászolunk el. Ez pontosan így történt. Szó szerint, annyi, hogy... Kicsit közelebb a mikrofon. Annyi, hogy ennek a szervezőnek van egy alapvető követelménye mindig a versenyeken, ami teljesen jogos, hogy versenyszervezőt nyilvános helyen nem szidunk. Hát ez a Börzsöny éjjel kettőkor nem volt nyilvános hely, úgyhogy annyit azért elmondhatok, hogy nem a szarvasbőgéstől volt hangos ott. Igen. A magos fa. Miért nem nézed a GPS, hogy miért alszol feltett lába a rohadt életbe, miért nem szólsz, hogy rossz helyen vagyunk. Oké, okay, de ebben mennyit fut valójában az ember? Tehát ugye 28 óra 56 perc alatt teljesítettétek 152 kilométer, az ember elkezd számolni, akkor azt gondolja, hogy ebben azért lehet séta, lehet egy kicsi pihenés, tehát ez nem egy folyamatos futás, de mégis azért nagyon nagy mennyiséget kell lefutni. A 152 kilométerből körülbelül mennyi? Hát felosztottuk három részre a távot. Az első 50-esen nagyon sokat futottunk. Az első 50-esen sokat futottunk? Igen. Jézus Mária! A második 50-es ugye belecsúszott már az éjszakába. Éjszaka nem
futsz olyan sokat, azért fejlámpával nem egy nagyon nagy. Tehát ott egy erős iramot diktálva azért haladsz szintén. Hát éjszaka azért vannak holdpontok, tehát az éjszakai futás azt úgy kell elképzelni, hogy eléggé zombi leszel már. Atya Isten. És a végén meg már úgyis mindegy alapon, tehát... Egy 30-40-et már lefutsz. Nem, tehát nem azt a klasszikus gazella futómozgást kell elképzelni, hanem ilyen egészen érdekes, ilyen futok is, meg is. Nem igen. Is. Ez már minden igen. Egyben. Meg ott már a távolsági busz megállót keresed leginkább. Itt hegyre föl, hegyre le, tehát ez a 7000 méteres szintkülönbség, ez ugye folyamatosan azt jelenti, hogy itt így hegyeken is át kell, hogy vágjátok magatokat. Pontosan, ne? És gyakorlatilag szerintem a Börzsöny összes csúcsát érintettük. Tehát ez a kör, ez nem úgy volt kör a klasszikus értelemben, hanem azért föl, le, ki, félre, oldalra, mindenhol. Volt előtte egy, hát a Krisztián ugye már többször lefutotta, tehát hogy valamilyen szinten már volt rálátásod, hogy milyen ez a terep, meg milyen az útvonal, de hát akkor sem lehet egyszerű, amikor azt látod, hogy nem tudod pontosan, hogy hány emelkedőt kell leküzdened a végéig. Én azért már azt mondhatom, hogy háromszori teljesítés, meg egyszeri bejárás után gyakorlatilag, hát ha nem is minden méterét, de azért ugye... Az jó, hogy egy bejárás, tudod, bejárás is magában 150 kilométer. A bejárás az elengedhetetlen, tehát hogyha ne talán holnap nekiállnátok, hogy ezt kitaláljátok, javaslom, hogy előtte járjátok be, érdemes bejárni. Igen, mert másfél kinizsi száz, ez a bejárás. Igen, érdemes bejárni, mert gyönyörű a Börzsöny, ha másért nem, azért mindenképpen, de mondjuk azért vigyetek magatokkal valami olyat, mivel fel tudtok hívni olyan embert, amivel én mindig az autómat viszem, Krisztián, nem ismersz, de én abszolút megyek mindig az erdőbe, amíg engedni autóval menni, csak ott megállok, szívok két levegőt, és aztán visszaülök a kocsiba. A gyerek még mondja, apa, maradjunk, mondom, nem menni kell. Már és addig nyomja gázt, amíg látja még az erdőgazdaságnak a jeepjét a visszapillantóban. Igen, most vicceltek, de oda a kocsival se egyszerű fölmenni. Tehát, hogyha valahol azt gondoljátok, hogy nektek itt most vége, akkor azért egy a 8-10 kilométert még kell jönnötök lefelé. Ott ülök át a kvadra. Én ott ülök át a kvadra általában. Csak humorizálunk nyilván. Te hányszor tetted meg ezt a kört? Nekem ez volt a harmadik teljesítés. Harmadik. Először segítőkkel tettem meg, ez azt jelenti, hogy olyan 20 kilométerenként bejönnek neked az erdőbe, vizet hoznak, kaját hoznak, nem kell magaddal plusz ruhát vinni. Másodszor a segítők nélkül voltam. Egyedül? Uh-huh. Egyedül, ez tök egyedül, és ráadásul ez december elején, amikor a leghosszabb éjszaka van, meg hó van, meg ilyen egyebek. Köd is volt, de én azt direkt úgy akartam, hogy az tényleg fájjon. Hát szereted a magányt, persze. Az tényleg fájjon, és pont ezért gondoltam, hogy már volt segítővel, segítő nélkül, és akkor most úgy gondoltam, hogy legyen egy nővel, és hát Brigit meg úgy. Brigit úgy gondoltam, hogy ő meg alkalmas erre. Eleinte ő azért ezt nem gondolta. Miből? Látod, igen, a cikkben olvastam, hogy arról volt szó, hogy te egyszerűen láttad Brigin, hogy ő ezt meg tudja csinálni. Hát kevés olyan nő van, aki ezt megtette. Futottál vele, és abból láttad, hogy a 40. kilométerén is abszolút mosolyogva beszélget arról, hogy milyen program hétvégén, vagy egyszerűen csak alkatilag ránéztél, és azt mondta, hogy Brigit ezt meg tud csinálni. Brigivel összesen 10 kilométert, egy 110 kilométeres verseny közepetáján 10 kilométert futottam. Hát azért csak 10-et, mert ő olyan 80 kilométernél úgy gondolta, hogy az ő tempója az jóval nagyobb az enyémnél, úgyhogy hamarabb be is ért a célba. De azon a 10 kilométeren már lehetett látni azt, hogy ő alkalmas arra, azért, nem azért, mert gyors, mert vannak nagyon gyors futók, sőt, talán még nála gyorsabb futók is vannak terepen, azért, mert az ő mentalitása olyan, hogy ő átmegy mindenen, tehát mindenen azt úgy értsd, hogy a gipszkarton falon is átmegy neked itt most, hogyha szeretnéd. Úgyhogy ez volt az egyik feltétel, a másik pedig, hogy annak a versenyzőnek legyen egy futócipője, és neki van futócipője. Na. Hmm. Majd ha ennyi kell, akkor... Igen, akár te is mentél volna, bár még nincs kicsomagolva. Én mindig szoktam nyomni azt a dumát, hogy ördög szekérbe legurulom, de azért most hallgatok nagyokat. Igen. Tehát most azért én nagyon-nagyon-nagyon csöndben vagyok. A hétköznapok szintjén mit jelent nálatok a felkészülés egy ilyen versenyre? Mert hát ez nyilván itt nem csak mentálisan, hanem fizikailag is fel kell készülni. Ez nagyjából úgy néz ki, hogy én hétközben futok nagyjából 10 kilométereket. A család miatt ez munkába futás, vagy munkából futás, és 2 éve együtt dolgozom egy szuper edzővel, akit Fecskovics Attilának hívnak. Köszi, Attila! És ez fontos, hogy hétközben is tudjak futni. És befutsz a munkahelyedre, bocsánat? Igen, azt, hogy ezt úgy kell elképzelni, hogy zsákkal, váltóruhával, zsák nélkül, váltóruha nélkül befutok. Hol lassz és hol a munkahely? Tehát nem ilyen Máté Szalka kőszeg? Hát ez egy ilyen ez egy 10 kilométer körülbelül. Egészen szerencsés munkahelyválasztás azért tényleg, hogy... És azért ezt tudni kell, hogy én nem régóta futok, és a terepfutásban az a nagyszerű és különleges, hogy 30-40-50 évesen is tudsz fejlődni, tehát fejlődést elérni, versenyeket tudsz nyerni, és ez szerintem csodálatos. Ha rendezel, és nem szól senkinek. Igen.
Milyen éjszaka vagy, amikor ott ketten futtok? Hát azért az csodálatos lehet, nem? Igen, mindig ez érdekel, amikor az ember itt találkozik a természettel, hol négy kéz láb, hol futva, állatok, zajok, teljes csend. Hát azért az fantasztikus lehet. Nekem az volt a legkülönlegesebb, hogy elindultunk reggel 7:30-kor, láttam a naplementét, láttam éjszaka a csillagokat úgy, ahogyan itt a városban nem látott, hiszen települések fényei bezavarnak, és láttam a naplementét, a napfelkeltét, bocs, kétszer nem. Tényleg különleges volt. Éjszaka azért nekem volt egy nagyon hosszú holdpontom, amit a Csipi hagyott, hogy egyedül oldjak meg, és ez így volt jó, és így tudott segíteni. Ez mit jelent? Mondod neki, hogy segíts, Krisztián, és nem segített, nem, old meg egyedül. Sem. Csinálj, mit akarsz. Nem, gyakorlatilag úgy nézett ki. És kicsit elhúzott előre, vagy hogy kellett igen, hogy éjszaka ő ment elől, nyilván sokkal jobban ismerte az utat, mint én. Ő előttem ment egy 2-3 méterrel, én pedig teljes csöndben, magányban, és önmagammal küzdve mögötte. Aha. És te tudtad, hogy most van a holdpont? Tehát érezted, Krisztián? Persze, persze. Igen? Persze, persze. Hát az első 50 kilométeren, ahol a nagyobb tempót kellett mennünk, ott végig lekövette a mozgásomat, tehát abszolút nem kellett rá várni egy percet sem. Utána még amíg az éjszaka nem jött, sőt az éjszaka első részében is ugyanezt történt, és akkor valahol igen, olyan 80-90 km környékén éreztem, Jézusom, hogy egy kicsit nyúlik köztünk a távolság. Érezted, hogy lassú. Igen, elfogytak a muffin receptek. Ott már nem volt miről dumálni nagyon. Igen, igen, igen. Hát volt, amikor azért maradt le, mert éppen a patakboli volt. Mondjuk ez jó. Tehát én extrém emberke vagyok, de mondjuk azon úgy azért meglepődtem, hogy egy nő fogja magát, és mint a zsiráf, így le, nem is tudom, könyökölt érdel a patakpartra, és ő kicsit onnan úgy lefekje. Aztán madárfészkeket nézs bátra. Igen, és azt mondta, nézd, Krisztián, Szent János bagár, és elszaladt egy másik irányba. Igen, mert hát még lehet, mert még ihatott volna még abból a vízből, amiben egy gőte éppen ott anyázott. Tehát ez volt a másik lehetőség, úgyhogy a patak még mindig jobb volt. És akkor nem mondta direkt, hogy nem szólasz meg, legyen rajta egyedül túl? Tehát ez a pszichológia jelenleg? Én azt le kell szögeznem, hogy a kezdetektől fogva úgy voltam, hogy ha Brigivel megyek a körön, páros teljesítés, semmiképpen nem az van, hogy én a hajánál fogva végig cipálom egy 151 kilométeren, hanem ez az ő teljesítése legyen a fizikailag. Én az ő cuccát nem vittem, én semmiben nem segítettem neki, azon az egyen kívül, hogy az útvonalat mutattam, mert a páros teljesítésnél ugye hát most elbújni nem fogok előle az erdőben. Igen, azért a fölveszed és kicsit lovacskáztok 10 kilométeren keresztül, azért az utána azért egy picit nehezen hát, meg lesz megmagyarázni. Nem, semmi ilyesmi nem volt, az volt, hogy ő tényleg az önerejéből és a saját fizikai és mentális képességeihez mérten nem tudott másra támaszkodni. Nekem ez egyébként szimpatikus, ez egy férfias nyílt dolog. Már az elején megmondani a nőnek, aki van veled, hogy figyelj, számíthatsz meg, akire az a valaki, te magad vagy, én nagy vagyok. Na most kapjálhatod. Volt olyan pont, ahol azt gondoltam, hogy inkább ő vigye az én táskámat, mert azért a végén, amikor újra feljött a nap, olyan 130 km környékén, volt olyan pont, hogy azt láttam rajta, hogy inkább ő vár rám, tehát akkor nekem volt holdpontom. Elképesztőek vagytok tényleg. Hát ez itt hallgatva is egyébként nem akármilyen teljesítmény. Tehát olyan távokat mondtok, és olyan kilométer mennyiségeket, hogy ebbe azért őrület belegondolni. Jó, főleg terepen, ugye? Jó, a patabolivás is nagyon durva, de azért ezt terepen elképzelni, ezt a 152 kilométeres pályát, így 7000 méteres szintkülönbséggel, ez nem akármi. Mi a következő, amire most készültök? Egy újabb kör, vagy külföld, belföld? Mi lesz, Brigi? Nekem sokszor feltették azt a kérdést, hogy egyedül bevállalnám-e a kört. Ehhez mondjuk idő kellene, felkészülés, bejárás. De azért itt motoszkál nagyon mélyen, hogy egyszer nagyon nagy dolog lenne egyedül is végig menni. És én elképzeltem, hogy egy kicsi hátizsákkal egy fejlámpával a fejemen meddig jutnék. Igen. Tehát körülbelül tehetem. Ez így érdekes. Amikor a parkoló eltűnt egy mögöttem, kb. 100-200 méterrel később, akkor ott elkezdeném gondolkodni, hogy feladjam. Ez már nem vicces. Na, hát mi nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Szeretünk ilyen emberi teljesítményeket ebben a műsorban megmutatni, és a célunk is, hogy ebből mindenki erőt merítsen, és mindegy, hogy valaki 5 km, 10 km fut, vagy valamilyen az élet bármely más területén harcol magával. Szerintem, ha ilyen történeteket hall, akkor azért az mindig erőt ad, hogy igen, és ha elhatározunk valamit, akkor azt végig lehet csinálni, legyen szó 152 km lefutásáról, vagy bármi másról, amit az ilyen ember elképzel saját magának. Jó, és kitűz, mint egy célt, ez lehet akár tényleg egy fogyókúra is, vagy bármi. Szóval azért ezek nem akármilyen igen, de a patagolini csak saját felelősség. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük. Öröm volt megismerni benneteket, Csernus Brigittával és Takács Krisztiánnal beszélgettünk. Köszönjük szépen. Na, mi pedig kapcsoljuk Ferit, aki
újabb adi jegyeket sorsol, ha minden igaz, illetve pontosabban legyünk őszintén, ez nem sorsolás, hát ez egy szubjektív döntés, mert hogy hallgatóink elárasztották a Deák Ferenc utcai Vodafone boltot, és ott vannak különböző országokat magukra öltvén, várják, hogy ki az, aki elmehet Adél koncertre. Mi a helyzet, Feri? Meglincselték-e már Lacit? Igen, igen, úgyhogy Lacit elvesztettük, egy új szerkesztő kell a Morning Show-nak, az állást hirdes, meg légy szíves, ő a döntés az továbbra is az övé lesz. Most az van, hogy például ő azt mondta most, hogy nem, te biztos, hogy nem akarsz most sorsolni, tehát már adást is rendez. De lehet, áttehetjük fél utára igazából, jó, ahogy érzed. Egy fiatalembert szeretnék nektek bemutatni, mert ővel biztos vagyok, hogy nagyon-nagyon jót fogunk szórakozni. Ő az, aki hát gyakorlatilag hét körül érkezett meg, és azzal a mondattal nyitott, hogy apa, tudod-e, hogy kinek a korcsolyája van nálam. Mondtam, hogy apa, ne haragudj, fogalmam sincs, ki ez? Katarina Vita aláírásával az van. Az igen! Egy korcsolya nálam, a két kislányomnak, aki most már 31, meg 28, kisebbig egyidős a Adéllal, még majdnem egy hónapban is születtek március. Azt hittem, neki is te vagy az apja. Bár, le Adélnak. Síléc van a kezedben? Lányos családban vagyok, úgyhogy beleférne még. Síléc? Vagy mi igen, mind a kettő kislányom síjelt, ez még a régi bebújó síléc 1987-ben, úgyhogy kellett német gyártmány. Eredeti Germina. Akkor még hótapos a csizmába. Belebújt és hát figyelj, egy igazi Germina. Egy igazi Germina síléc. És a Bayern München mezt pedig kikírták alá. Megmondom őszintén, hogy ha hátul fölhúzod egy pillanatra, akkor... Dehogy húzom föl, hogy a temben adjátam. Egész pontosan ezt a Luca Toni írta alá, hiszen én is Toni vagyok. A Luca Toni, tudod? Luca Toni, én meg Ken Toni vagyok. Grósz Turnvárról származok, Balázs tudja, hogy ez mit jelent, Török Bálinti az apukám, 86 éves. Balázs, hogy ne tudná. És őrá való tekintettem, miután sváb családból származunk, plusz ugye most jön Franciaországba a foci VB, tudom, teniszes vagy, de jön a foci EB, és ott az utolsó edzőmérkőzést június 4-én Gelsenkirchenbe pont a gyenge németek ellen játsszuk. Picit rá vagy csavarodva a sportra, ha jól érzem. Igen, abszolút rá, de a kultúrára is. Mert a sport is kultúra, de a zenére is. Úgyhogy gyakorlatilag az elmúlt 100 évből azt mondta, hogy bármit kérdezhetsz, mindent tud, dátum és név szerint. Elképesztő. Sporteseményből. Nagyon jó. Igyekszem. Nem mondtam, de igyekszem. De zenében is elsősorban a Scorpions, Rammstein, gondolom. Ott is a te német volt. A automán beállítottság. A Scorpions az lehet, igen. Jól van, oké. Na, hát köszönjük szépen, hogy neked is, hogy eljöttél, hogy vetted a fáradtságot, és hát ugye itt azért nagyon sokan nem nyernek sajnos, bárcsak mindenkinek tudnánk adélyegyet adni, de nagyon drága vagy, hogy eljöttél és részt vettél a játékban. Szeretem a teniszt is. Nagyon helyes. Na, most kezdtelek megkedvelni. Köszönjük szépen. Oké, 8:30 volt pontosan 2 perccel, nem sokára újra két adélyegyet odaadunk akkor a hallgatóinak, akik már ugye ott vannak a boltban, és valamit megjelenítettek. Ha valaki még éppen otthon eszkábálja a kis jelmezét, és az utolsó csavart teszi bele a szüleivel, vagy a gyermekével, még mindig nem késő, mert hogy 9 óra után is lesznek még adélyegyek. Úgyhogy tessék elmenni a helyszínre és próbálkozni. Ákos elmondja a híreket, aztán 2 darab eredményhirdet, és 2 darab eredményhirdet is tegyünk meg, lehűek, nem? Persze, legyünk, jó. Jó, nem sokára kiderül. Kétszer két jegy. Oké, akik pedig az éteren keresztül játszanának velünk, 9 óra után figyeljenek nagyon, mert akkor lehet még 2 darab adélyegyet megnyerni. Jó, a holnapi Birminghami koncertre. Úgyhogy figyeljétek a kérdés, jön nem sokára, mi pedig jövünk Ákos hírei után. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggelt! 3:49 lesz, pontosan 2 perc múlva itt vagyunk, hát ez a halászüdit remek írja valaki, köszönjük szépen. Egy Tóth Gabi mindig jó, végre egy Karel volt. Jól bereket ez a kis pataki. Egy jó kis tankcsapda, hát ettől szerintem mindenki jobban beindul. Még az is, aki alapjából nem biztos, hogy szereti a rockzenét, de ha ezt meghalod, akkor egyszerűen nem tud rosszul indulni a reggel. Nagyon nem? Feelinges dal. Nagyon kell. Ez nagyon kellenek az ilyen zenék. Na, vannak még kiadó helyeink, ugye Adél Birminghami koncertjére, ami nem akármilyen kis csomagocska. Egyébként, ha azt nézzük, hogy szállással, repülőjeggyel, koncertjeggyel együtt, ugye azért érdemes számolgatni, hogy egy komoly kis csomagról van szó. És felejtsük el, hogy napjaink egyik legfelkapottabb, legnépszerűbb, legpopulárisabb előadójáról beszél. Köszönjük, Juhász elődnek! Ezt a kis tudósítást. Szóval, hogy egy komoly csomagot adunk, és nem is egyet, páros belépőjegyekről van szó, és összesen 7x2 darab kis csomagot kalandol hallgatóinknál. Nagy örömmel tesszük mindig ezt, amikor adhatunk valamit, de kértünk is tőletek valamit, méghozzá azt, hogy gyertek el a Deák Ferenc utca 19-es számú Vodafone üzlet alá, és vegyétek föl
magatokra, vagy öltözetekbe valamelyik országnak, jelenítsétek meg Európa valamelyik országát. És hát, ha hallgatóinkban sosem csalódunk. Még akkor is, ha kicsit bizonytalanok vagyunk, vagy úgy gondoljuk, hogy vajon oda jön-e valaki, hát nem, hogy oda jön-e valaki, tele van a Vodafone üzlet, és különböző, nem is tudom, kreálmányokkal próbálják hallgatóink meggyőzni Ferit és a zsűrit, hogy már pedig igenis ők szeretnének elmenni az Adél koncertre. Hirdetünk eredményt, Feri, a újabb két jegyet, vagy négy jegyet kiszorunk egészen pontosan? Legyen, egyébként újabb érkezőink vannak, no. Tehát nem múlt el a hév, ugye reggel tömen, 6 órától már nagyon sokan vártak itt. Kérlek szépen 3 csokis croissant magára öltve érkezett Miss Franciaország, ő most nem látható, mert leült oldalt, és ráadásul piros-fehér-kékre ugye befestette a haját itt csíkokba. Ő őrületes jó. Hollandiánk most már 1000 van, meg Amsterdamunk, az tényleg, és mindenkinél van ugye egy füves cigi és némi jaj, gyere életem. Köszönöm, László. Ezt szeretnénk megmutatni. Na, is. Tehát Hollandiánk az nagyon sok van, és itt van egy egészen különleges jelmez, ami egy világító, átlátszó esernyő, tülfüggönnyel rajta, és lelógó kis nem tudom mikkel. Szia, mi a rendes neved, és ki vagy te? Szia, Niki, vagyok Spanyolországban. Mindegy, most már nem baj, megpróbáltuk volna kitalálni. Mi, amit látunk ugye Feri, vagy a monitoron keresztül, hogy egy piros ruhás hölgy medúzának öltözött, és egy hatalmas esernyő tart, de úgy néz ki, mintha belebújt volna egy medúzába. Spanyolország, Feri, jól értettem? Igen, Spanyolország partjairól érkeztem. Spanyolország partjairól. Aha, akkor nem erről sok a medúza, vagy vásra kéne gondolni? Sok a medúza, és téged megevett egy medúza. Értem, tehát horror filmbe illő történettel egyetemben vagy itt. Én ezt nem raktam volna össze soha az életemben. De várj, mondj elő, hogy mire gondolt. Jól gondolt a Feri, meg jól gondoljuk, hogy medúza? Igen, medúza. Uh-huh. Miért? Vagy hogy ugrott be Spanyolországról? Hát, ott sokszor van medúza inváció, úgy hallottam. Ja, értem, jó, hát lehetett volna ilyen alapon mondjuk Olaszország is. Olaszország, Horvátország, igen. Mindenki. Kivel készítetted a jelmezt? Ki segített? Mióta csinálod? A párom segített, és körülbelül 5-6 órát vett igénybe. Amíg rávetted, és 5 perc alatt megcsináltad. Leküldted esernyőért és függönyért. De nagyon ügyesek vagytok. Igen, nagyon ügyesek. Otthoni függöny vagy vettétek? Vettük. Szerintem letéptétek a karnisról. Na, és kivel mennél a koncertre, az Adél koncertre? Egyedül, pároddal, adnád valakinek a jegyet, kivel utaznátok? Hát a barátnőjével, a párja csak dolgozott. Ez egyébként jó, ez így... Mondd? A páromat vinném. A párodat, jól van, oké, köszi, döntünk nem sokára, jó, puszi, drága vagy, hogy te is eljöttél, köszönjük szépen neked. Igazi szemtelenség lett volna azt mondani, hogy van egy barátnőm, őt vinném el. Igen, az mondjuk jó fejség, igen, a párja meg dolgozott. Na, akkor adjunk oda újabb 4 jegyet, kiket választottatok, Ferim? No, kérlek szépen, hát akkor kétszer 2 darab jegy az Adél koncertre, repülőjeggyel, szállással, 1 millió forint értékű körülbelül, ahogy itt számolgattuk, egy ilyen kis pak, akkor jöjjön a nagy álmunk. A telefonfülke! Ő már reggel 6-kor itt volt! Drukkoltunk. Jó döntés! Tapsa zsűrinek, jó döntés! Várjál, kinyitom is akkor. Köszönöm szépen, azt mondja, kinyitja az ajtót, mert működik. Csak mondjuk el azon hallgatóink kedvéért, mert ugye a telefonfülke 6 után szólalt meg nálunk, hogy ugye volt egy fiatalember, a nevedet mond még egyszer, légy szíves. Laci, aki Laci. Megcsinálta az angliai telefonfülkéket rendesen fából, lefestette, megcsinálta a feliratot, belebújt, és egy kétlábon járó angliai telefonfülkében áldogál ő egyébként. Tehát van egy olyan nyíló, csukódó ajtóval. Igen, a Facebookon fönt van a fotó. És be akartam nyúlni a telefonfülke ablakában, hogy hülye vagy üveg. Tehát ne üveg van benne, kinyitjuk inkább az ajtót, Jenny. Igen, tényleg jól megcsináltad. Ugye órákon... Üveget azt nem sikerült már beletenni, de azért éreztük, hogy ez így is jó lesz. Ha beüvegezitek, akkor én elkérném szerszámos kamrának. Bármikor, nagyon szívesen, bármilyen méretben legyártjuk, ha szükséges. Ezt reggel már elmondtad, hány óra meló van bennem? Hát egy olyan bruttó 8. Bruttó 8. Szerintem abszolút megérdemel. Egy fél óra vacsora is van benne. Igen. Jól van. Kivel mész az Adél koncertre? A feleségemmel. Jani mondta, az mekkora duba lett volna a medúzával. A spanyol medúzával. Nem, feleségemmel. Feleséged. De voltatok már esetleg Adél koncerten, vagy ez lesz az első? Nem, ez lesz az első. Ez lesz szereti az első. Is, vagy csak azt mondtad, hogy mindegy, csak menjünk. Szereti, nagyon szereti. Jól van. Azért is lett ez az egész kitalálva. Érezzétek jól magatokat, holnap indultok, köszönjük vasárnap szépen. Jöttök Birminghambe Adél koncertre, szerintem ez jó kis étvégétek lesz. Hát le a kalappal, tettetek bele nagyon sok melót, úgyhogy megérdemlitek. Köszönjük. A fotó rólatok a Facebookon és az Instagramon.
Instagramon fent van. Úgyhogy köszi, hogy megcsináltátok. Jó mulatást nektek. Rendben. Ciao, puszi a feleségednek. Hello, hello, hello. Gratulálunk. Jaj, várjál, hát nem úgy van, az van egy kérdésünk. Melyik folyó partján fekszik a londoni Tower? Hát ez csak a Temze lehet. Hát figyelj, nekem is ez van írva. Egy nagy tapsot, úgyhogy adhatunk is. Köszönjük igen, szépen, nagyon szeretem. Jó. Vicces lett volna, bemondja a Szajnát és elvérzik. Azonnal. Tényleg, akkor visszaveszük a jegyet? Nem, csak a jegyi szennyi vettük volna. A jegyet, nem a repülőjegyet csak, és akkor kocsival kellett volna, hogy menjenek. Oké, ki a másik? Már is mondom, a bizottság úgy döntött, hogy jöjjön a sok-sok európai ország közül Magyarország és a Gyertek! Komoly meló volt, ugye ez egy páros, ráadásul ugye ez egy páros jelmez, nagyon szépen a két pillért valósították meg, és a közte lévő úttestet is. A leguánnal meg a zsiráffal nem nagyon tudunk egyet érteni, de egyébként gratulálunk, nagyon-nagyon jó. Éppen, nagyon köszönjük. Itt testvérpár vagytok, ugye jól emlékszem? Igen, igen. A hugom készítette, ő találta ki este ezt, hogy mi most itt induljunk. Én kicsit vitattam az ötletet, de azt mondom, hogy egyszer élünk, akkor meg kell próbálni. Így van, és most már szívesen vész a barátod. El, úgyhogy a húgod itthon marad. A férjemmel mennék, de nem, a húgommal megyek, tehát ez közös ötlet, közös projekt. Zseniálisak vagytok, mondjuk újra hallgatóinknak, akik nem látnak bennünket, egyrészt a Facebookon és az Instán van rólatok is kép. Két lány összekapaszkodva, egy fordított kukával a fején, amin ugye hát tulajdonképpen tégla rajzok vannak, áll kinyújtott kézzel, a két kéz között ugye az utat formálják, és az egyik oldalán még egy plusz oroszlán, a másik oldalán viszont nem volt, egy leguán csücsül a láncidnak. A pesti oldalon egy leguán van. Mit sem sejtő autósokat, a másik oldalon egy leguán várja, mert egyébként nem háttal áll a hídnak, ahogy ugye az oroszlánok, vagy ahogy az oroszlánok fekszenek, hanem pont szembe a híddal. Tehát abszolút jó, és lánccal összekötve a testvérpár ugye a pilléreket és a pillérek közötti hát vastag láncot formálva egészen hülyen megcsináltátok a láncidat. Lányok, jó mulatás nektek az Adél koncertre, érezzétek jól magatokat. Nagyon szépen köszönjük. Mi köszönjük. Nem úgy van ám, hogy lelépünk, Bugicának jön a kérdés, kérlek szépen, hány oroszlán található a Lánchídon, a rendesen? 4. Okos vagy, köszönjük szépen, nagy tapsod, így is van. De benyújtjuk a fővárosnak a leguánt. Jó, hát ha átveszik a dolgot, gratulálunk nektek, és akkor jó utat kívánunk. Köszönjük. Köszi, puszi, sziasztok, ciao, hello, hello. Na, abszolút megérdemelt, szerintem jó. Meg. A zsűri és a bizottság remek munkát végzett, szerintem 2 jegyet, 4 jegyet most jó helyre adtunk. Itt nem lehet azt mondani, hogy nem eresztették el a fantáziájunkat. Meg volt benne meló. És irgalmatlan meló volt benne. Igen, volt benne meló, szerintem azért megérdemlik. Jó, azt mondja, hogy akkor van még 2 darab jegyünk, ugye, amit ott a helyszínen oda tudtok adni, ami ugye 4 jegy, ugye hát nyilván egy embernek, aki ugye másodmagával megy, és akkor mi még egy páros jegyet 9 óra után sorsolunk. Matematikailag megvagyunk, ugye Feri, jól mondom? Kiszortunk minden. Igen, jó. Így van. Oké, 9 óra után akkor kapcsolunk benneteket újra. Jó? Köszönjük szépen. Köszi Feri, puszi nektek. Ha valaki még ideér 9-ig, jöjjön nyugodtan. Abszolút, egy görög cacikinek még ott berakja magát valahogy. Reszelt uborkaként némi tejföllel a fején, és ezt gyorsan meg tudja csinálni. Vevők vagyunk mindenre. Tehát, tényleg, lehet olyan jelmez, amin órák óta dolgoztok, de ha szellemes, jó, és most valamit kitaláltok, és még megvalósítható, azt is tudjuk mi azért díjazni. Jó, úgyhogy nem sokára újra kapcsoljuk Ferit. Szevasztok, ciao. Hello. Puszi a Deák térnek, hello. Illetve a Deák Ferenc utcák pontosabban. Tudod, és 80-an állnak a Deák térre, mert mindig Deák teret mond. Sokan voltak a Deák Ferenc utcában is, de a Deák térre lépni is a lehetett. Na mutatjuk, mi a beugró hármasugrásom. Ez a beugró hármasugráshoz. Könnyű kis pénteki. Könnyű kis péntek, így van. Kérdés-válasz rovatunkat szerintem most elnapoljuk, jó? Mert hogy lenni szokott, de még eredményt hirdetünk, adélyjegyeket játszunk ki, szeretnénk feltenni a kérdést, úgyhogy ma kivételesen rátok való tekintettel, hogy minél többen nyerjetek, nyerhessetek, ez most elmarad, meg hát Feri sincs itt a stúdióban, tehát mi azt szerintem elnapoljuk, és majd jövő héten megcsináljuk, úgyhogy most te küldjetek kérdéseket, viszont ha mennétek Adél koncertre, akkor nagyon figyeljetek, mert nem sokára jön az az ominózus kérdés. Jó? Illetve hát igen, a beugrót megmutattuk. Mi vagyunk a Viván állítólag. Igen.
Ezt nem tudom, hogy mondhatjuk el, vagy nem, mert hogy tényleg az a helyzet, hogy a Viván egy olyan retro napot rendeztek most, ahol a régi műsorvezetőknek, egykori Vívás vagy Z+-os műsorvezetőknek a műsorait ismétlik meg, és én nem tudom, hogy honnan kapartak el ezeket a felvételeket, meg honnan találtak olyan berendezéseket, amik még lejátszák ezeket a Jumati kazettára, amikkel ezek voltak, de hát, hogy itt konkrétan 20 éves felvételeket lehet látni, többek közt azt is, ahogy mi egymással beszélgetünk. Igen, meghívtál a Fasírt című műsorodban. Igen, és körszakál, és mindenféle arcőrzet nélkül ott ülök, mint egy ilyen 13 éves. Igen. Te ilyen rockernek öltözöl, ami kapucnisban, hát, én meg egy ilyen nagyon rosszul, bénán elegánsan, egy ilyen félgyűrött fekete ingben. Ez egy nagyon jó kis műsorot, ugye az volt alapvetően a koncepció az egésznek, hogy úgy csináljuk egy műsort, úgy csináljuk egy beszélgetős műsort, hogy ez ne tűnjön műsornak. Tehát létrehoztunk egy ilyen kis proli konyhát, gyakorlatilag egy-egy úgy nézett ki, mint a mi lőrinci konyhák annak. Abszolút, egy proli kis konyha. Így van, egy kis hengerelt falral, volt egy kis hokedli lerakva a laborral, mellette szappan, ilyen viaszos vászon abrosszal leterített asztal, hurka, kolbász, szalonna, hagyma, friss kenyér, stb. Mindig volt, és akkor aki oda bejött, az kajálás közben gyakorlatilag meg lett interjú volt, de ez inkább egy ilyen baráti beszélgetés volt, semmint interjú, és szerették. Hát én ebben a beszélgetésben azért még inkább áldozat voltam, tehát meghívtál azon, hogy kiéld magadat, hogy mit kell csinálni a emlékszel, a rockerek igen. által nem szeretett, ilyen sima bőrű fiatal fiúkkal. Istenem, de élveztem. Na, írjátok meg, mit hallottunk, jó? És aztán figyeljetek, mert nem sokára jön a kérdés, mi pedig jövünk, Ákos híre jutam. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. 9 óra után vagyunk pontosan 8 perccel. Szép reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Péntek van, jó idő, és hát szikrázó napsütést mondtak, legalábbis itt Budapest felett egyelőre ez elmarad. Én most már tényleg nem tudom követni. Mára mondták a 23 fokot, és azt, hogy brutális napsütést. Kinéztem itt Viki háta mögött, és hát szomorúan összebújtunk, mint a vadmalacok, hogy úristen, milyen idő van odakint, hát nem süt a nap. Fura volt egy év után újra. Mi történt? Nem azt mondták, hogy ma nagyon brutális napsütés, erre sehol nem látom a napot. Napsütés, hát nem értem. Napsütés az nincs, meleg viszont. Van. Az jó. Kimentem a szerkesztőségi szobába megnézni, hogy esetleg visszatették a pénzt. Valami visszavitte a pénzt a Persőben, nem vitte vissza, de Julit például egy szál blúzban találtam meg ott. Hát az jó, ha meleg van, meg ha jó idő van. Tényleg a tolvajnak törjön ki a nyaka és a keze és mindene, komolyan mondom, elvittek tőlünk, föltörték a perseimket. Na, szóval, hogy ez nem csúnya dolog. Föltörték a perseit, erről beszéltünk reggel. Előtte és kis... üljön bele egy tarajos sülbe. Így van, vagy bármi másban, mert tud. És a hosszú-hosszú ideje gyűjtögetett kis 500 forint, 1000 forintunk, 200 forintunkat valaki csúnya módon feltörte, lecelluxozta aztán, és hagyott benne szemét módon 1000 forintot, hogy na, nektek maradjon egy kis fagyira való. Gondolom, ezt gondolta meg közben. Egy félig eltépett 500 forintost, amit aztán megragasztottam, és az automatába visszaváltottam. Jól tetted, automatába felváltottad. De aljas vagy. Ja, nem baj, hétfő hazugságvizsgálót hozunk ide, szoftverrel együtt egyébként, egy hozzáértő emberrel, és aki itt elmegy, nem azért, mert hogy mi bárkire is gyanakszunk, de legalább maradjon meg a kollégák tisztasága, aki azt mondja, hogy én önként vállalom, és ide beülök, és átmegy a hazugságvizsgálón, akkor legalább tudjuk, bárkit, hogy őt kizárhatjuk. Bárkit, aki erre téved. Igen. Vona úr, jöjjön csak ide egy pillanat. Aki nem akar jönni, azt is tudjuk, hogy akkor miért nem akar jönni. Aki nagyon elkerül bennünket hétfő reggel, tudjuk, hogy miért kerül el. Hétfőn tovább nyomozunk. Muszáj nyomozni, tényleg, meg kell, hogy találjuk az emberünket. Gyorsan egy-két közlekedési hír, ami még friss lehet. Az M1-esen Pest felé a 35-ös kőnél nincs lezárás, úgyhogy remek lehet haladni, valamint az M7-es 70-es kilométerénél a belső sáv mellett egy ősztetem, te jó Isten, mindenki vigyázzon. Hungária körút az Árpád híd felé az M3-as felüljárónál a két sávos lett egy koccanás miatt, alakul a torlódás, Tom Sawyer küldte nekünk, ugyanitt fólia eladó. Trafi az egyes út Győri szakaszán az Eto stadion utáni jelző lámpánál mindkét irányban Petyka küldte, valamint az M7-esen Pest felé az 59-es Kavicsnál ezt kis Tarcsai küldte nekünk. Na, mi pedig ugye arról döntöttünk, vagy úgy döntöttünk, hogy a kérdés-válasz rovatunk most elmarad, mert szeretnénk még kiszórni a páros adélyjegyeket, illetve nektek, drága hallgatók, akik nem tudtatok ma az 5. kerületbe ellátogatni Ferihez, adni egy kérdést, hogy tényleg bárki megkapassa az esélyt, aki hallgat bennünket, hogy ott legyen a holnapi birminghami koncerten. Igen, ugyanitt bontott pala ingyen elvihető. Így van. Na, mi a helyzet, Feri, a Deák Ferenc utca 19-es szám alatt, a Vodafone szaküzletben?
A helyzet változatlan, kérem szépen, izguló emberek, akik szeretnék elvinni ugye a jegyet, az Adél jegyet, repülőjeggyel, szállással, mindenen együtt, és szépen várakoznak, illetve hát most már nem annyira szépen, mert fogynak a jegyek ilyenkor, a szűk keresztmetszet ugye egyre inkább előjön, de szeretnék még nektek megmutatni két jelmezt, illetve hát három, de a jelmez maga kettő, de a bennük szereplő hölgyek száma az három. Volt ma már egy hidunk, ugye, és külön díjasak is lettek, el is utaznak az Adél koncertre, hát most van még egy, de ez nem a Lánchíd, hanem... Ez a Tower Bridge. Ez a Tower Bridge. Hello. Igen. Szépen. Igen, ők azok mindenféleképpen. Az történt, hogy egy-egy pólót festettek össze Tower Bridge-esre, közöttük megvan ugye az úttest, nagyon szépen, és... Amit fel is tudunk nyitni. Azt mondja, fel tudják nyitni. Ja, persze, hát ott a hajózás miatt. Bizonyám, az néha nyílik, csinálni. Így van, időközönként az néha felnyílik. Meg tudjátok mutatni, lányok, hogy hogy nyílik ki? Persze. Oda néz, szétkapcsolják a... És tada. Ó, a lányok középen a pólóinkat szétkapcsolták, és mindenki maga felé felhajtotta. Okos, egyébként tök jó, hogy reggel 6 óta nézegetek mindenféle svéd hidakat az interneten, hogy megpróbáljunk kitalálni, hogy melyik hidat ábrázolja a kis konfigurációjuk, de hát akkor ezek szerint ez a Tower Bridge, de zseniális. Igen. Igen. De igen. Miért pontos? Ja, a sárga-kék miatt gondolom. Igen, aha, azt hittem, a most, most egy ilyen kék festés van egyébként a Tower Bridge-en, mi is ellenőriztük, azt hiszem a láncokat, ugye? Átfestették. Igen, azokat festették. Ja, azokat most megcsinálták az idén vagy a tavalyi évben, úgyhogy valóban ez az, és gondolom, hogy ti együtt mennétek. Igen, egymást vinnénk. Kinek az ötlete volt a jelmez? Az ötlet az nővéremé volt, és a kivitelezés az meg három generáció műve. Többet csináltátok tényleg? Nagymama. Ma is. Anya, mama, még mi kettő. A mama mit vállalt belőle? A mama vállalta a varrást. Olyan hülye vagy, kisunokám, ja, mit kell itt éjszaka 11-kor még várni? Így volt? Nem, nem, azt mondta, annyira szívesen csinálta, úgyhogy nagyon örült neki, hogy megkértük rá. És nagyon jó. Az időpont a stimmel. Este 11-kor akkor még bőszen vartatok, és ti is itt vagytok reggel óta. Oké, lányok, jó, nagyon köszi. Nem sokára eredményt hirdetünk. Jó, puszi nektek. Köszönjük, hogy eljöttetek meg, hogy tettetek bele munkát. Nagyon, nagyon aranyosak vagytok. Na, van még valaki melletted, Feri, ahogy látom? Olé, ugye nem mindenki a kézi jelmez, vagy a saját készítésű jelmez mellett döntött, hanem van, aki ilyen kicsit kölcsönzős jelmezt hozott magával, ha én jól érzem, ugye? Szia, mi a neved? Szia, én Linda vagyok, és ez a jelmez még farsangról maradt rajtam, úgyhogy gondoltam, akkor eljövök benne. De azóta nem vetted le? Húsvét is meg volt? Jó, mert szerintem kicsit ciki, ha nem vitted vissza, de nem baj. És egy irgalmatlan nagy bika van nála, és hát ugye Matadornak vagy Toreadornak öltözött a kis-kisasszony. Én sajnos nem tudtam hozni élő állat, az... de... lehet, hogy így jobban megúsztuk. Szerintem meglepődtünk volna egy élő bikával. Beteretél volna az egy irgalmat, hogy bikát. Igen, lett volna egy ilyen kis pamplonai futtatás hangulat, hogy ott a Deák Ferenc utcában még neki rohan a bika elő. Finom probléma lett volna belőle, hogy a Vodafone-nak a színe a piros. Menekülő hozt ezekkel egyetemben. Egy megvadult biga. És mikor voltál farsangon? Mert az egyre ahhoz már nagy vagy, hogy ez a farsang jelmez megmaradjon, Linda. Ez valamikor gyerekkorodból. Hát, amikor farsang volt. De mostanában úgy értem. Idén még, igen. És kimentél le a farsangi bálba? Hát persze. Imádták, gondolom. Igen, a lufit azt már utólag szereztem be erre a műsorra, de a jelmez az volt, igen. Oké. Okay. Nagyon jó. Jól van, puszi nektek hát egy csomó. Hát vannak, van igen? Még kérlek szépen Monakónk itt beöltözve versenypályával és kaszinóval egyetemben, aztán ugye nagyon sok Németország, azt már láttátok, osztrákok is itt vannak, úgyhogy van miből válogatnunk még mindig az utolsó két jegyre. Jó, oké, okay, válogassatok, mi gyorsan játszunk egy hármasugrást, elmondjuk a kérdést, és akkor utána ti is jöhettek még vissza azzal a két nyertes kis kreálmánnyal, akiket úgy gondoljátok, hogy érdemes lenne elutaztatni Birminghambe. Egyébként szerintem mindenki megnyerhet, mert aki sok munkát tett bele azért, aki csak odajött és magára kapott valamit, de helyes volt, aranyos volt, ő is megnyerhetné, tehát nem vagytok könnyű helyzetben. Döntsetek, jó, mi játszunk gyorsan, és akkor utána kapcsolunk vissza benneteket. Oké. Okay. Ciao Feri, hello, hello, ciao, ciao. Na, itt van a hallgató már is. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt, Zsuzsi, hello. Sziasztok. Hello, honnan szia. Hívtál minket, Zsuzsi? Esztergomból. Esztergomból? Mit csinálsz arra felé? A járási hivatalba dolgozom, de többet nem mondhatok. Oh, jó, hát ne is árulj el többet az esztergomi járási hivatalról. Csak nem a könyvelése. Ezek alapján mondjuk már totálisan beazonosítható vagy. Igen. De nem mondhatom el, milyen Zsuzsi. Aki nem tudja, azt már nem is érde. Igen. Igen. Eddig nem jött rá, annak már tényleg mindegy, igen. Zsuzsi, szereted Adélt?
Igen. Igen? De nevezel majd a játékunkra? Mindjárt lesz egy kérdés. Megpróbálod? Hát, ha megnyered a Birminghami jegyet? Húha, persze. Na, örülök, hogy adhattam egy tippet egyébként. Úgy tűnt, hogy nem vagy túlságosan tudatos, de nem sokára lesz egy kérdés, amire ha jól válaszoltak, akkor mehettek Birminghambe. Milyenek a kérdések, Jani? Nagyon könnyű. Nagyon könnyű? Szerintem a hét legkönnyebb kérdés sora. Zsuzsi, van segítséged, vagy egyedül játszol? Van, itt van a főnököm, meg egy kolléganőm. A járási hivatal főnökét is személyesen adásban köszönhetjük. Magát járási urat. Hogy hívják a főnöködet? Rózsa, úgyhogy járási hölgyet. Rózsa. Jó, főnök, vagy csapnivalom. Abszolút jó, egyidősek vagyunk, úgyhogy minden parti. Ja, ez azért aljas kérdés, mert erre mit tudsz mondani? Persze, nem? Tehát erre nem tudsz csak egy választ adni. Nagyon jó, Balázs, nagyon jó. Szörnyű, alul képzel, csak hátszélel jutott el idáig. Persze. És milyen lenne, egyszer kapnánk egy ilyen választ. És ki van még ott, Rózsa mellett, Zsuzsi, kit mondtál? Egy kollégám, Melinda. Mi csak csajok dolgoznak a János hivatalban? Az egyetlen pasi, az ma szabadságon van. Úgyhogy csajos kérdéseket tegyetek fel. Ő az, aki mindig, amikor belépek egy járási hivatalba, kezem megy a valami sorszámot, nem? És meg mondja, hogy hova menjek. Ő általában férfiak. Igen. És betegszabadság? Ideg összeroppanás? 30 nővel nem bír hazamenni, rivott ki hozza magát. Na jól van, Zsuzsi, Rózsa, Melinda. Nézzük akkor, hogy szól az első kérdés. Mehetünk? Igen. Így szól, nyakbalkasztóért. Melyik világhírű író művei a Holtsáv, a Tortúra és a Hasznos Holmik? Ki írta ezen regényeket? Stephen King. Így van. Pontosan. Ki volt, Rózsa vagy Melinda? Én nagyon sok könyvet olvastam tőle, úgyhogy... Nem, mert azt hallottam, hogy valaki besúgta a jó választ. Nem súgott most senki. Na, én fordultam oda, és így Stephen King? Nyugi, Rózsa, nyugi, tudom, hogy Stephen King, dőljetek át, meg vagyunk. Így van. Igen. Stephen King, így van, jó volt a válasz. Mondd csak be, hogyha lerosszak a fejtégre, hogy nekünk. Megyünk tovább? Igen, persze, vártunk. Itt szól a második kérdés. Ki volt Sólyom László elődje a köztársasági elnöki poszton? Járási hivatal van, ezt tudni kell. Igen. Ha nem tudjátok, bezárnak benneteket, arra készüljetek. Az biztos. Sólyom László elődje. Sólyom László elődje. A Mádl. Nem mertem mondani. Na, nem csodálom. Amilyen időket élünk, az állásodban játszol. Ja, az biztos. Oké. Na, mi legyen a harmadik kérdéssel? Abszolút megyünk, vagy minden, vagy semmi. Vagyis csak vagy minden, ennyi. Vagy ez minden. Aha. Én szeretem ezt a fajta elszántságot. Jó, fajtom. Itt szól a harmadik kérdés. Melyik településen találták meg a Samu névre keresztelt előember maradványait a 60-as években? Samu előembert hol találták meg? Hú, pedig ezt tudom. Mondtál valamit? V betűvel. Igen? Biztos? Bérbes törlőd. Jó, tudtuk, csak még átgondoltuk. Nagyon jó. Akkor most megnyertük mind a három kérdést. Igen, hát jól válaszoltatok, úgyhogy megvan a morning show ajándékcsomag. De jó! Ennek nagyon örülünk. Ezt halljuk, nagyon helyesek vagytok. Rózsa is tapsolt? Igen, ő sikongat, tapsol minden, ő imád titeket, mi is, de igazából az ő hatására hallgatunk itt reggel 7:30-tól 10-ig. Igen, egyébként Music FM-et hallgatnánk, de ez a Rózsa nagyon szigorú. Imád titeket, ez szörnyen erőszakos, és hisztizik és sír, hogyha nem titeket hallgatok, úgyhogy inkább ezt választom, úgyhogy veletek zsibbadunk minden reggel. Oké, küldjük az ajándékcsomagot, jó? Nagyon szépen köszönjük. Puszi mindenkinek, sziasztok. Ciao, hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Nézek telefon, biztos nézek telefon, igen. Elfejtettem megkérdezni, mi volt a beugró. Aha. Megírták. Megírták, mindig elfelejtem a játékostól megkérdezni, igen. Na, egy pici szünet után jövünk vissza, jó? Senki ne menjen sehova. Illetve pontosabban mondjuk a kérdést, és aztán hagyunk időt, hogy jól megválaszoljátok. Egy Adéllal kapcsolatos kérdésre gondoltunk. Mi meglepő, ugye? Hát ezt nem is komolyan mondom, nem is hittétek volna. A kérdés nagyon nehéz lesz. Hogy hívják Adélt? Nem. Melyik magyar író szereme ott bűl Adél? Igen. Adél visszafelé írjátok meg nekünk. Jó, szóval egy Adéllal kapcsolatos kérdés. Jó, drága hallgatók, nincs más feladatotok, mint hogy elküldjétek
a jó választ az SMS számunkra. És egyszerűen aztán reménykedjetek, hogy benneteket sorsolunk ki, és elmehettek holnap. Birminghambe elutazhatok repülővel, jó szállodába, elmehettek a koncert és vasárnap vissza. Jó? Jöjjön a kérdés? Jöhet! Írjátok meg nekünk, hányszoros Grammy-díjas. Jó? Ki? Én, ja. Hülye én. Hányszoros Grammy-díjas vagyok? Nem lesz nehéz a válasz. Jó válasz, nulla. Egyes válasz, nulla, kettes válasz, hat. Jó, hányszoros Grammy-díjas Adél? Azért könnyű, mert az már nem tudja fejből, akkor már mindenkinek van okostelefon, internet, hívjátok fel anyátokat. Tényleg, hát lehet, hogy mama ott ül az internet előtt. Nektek nincs a közeletekben. Jó, de nézzétek meg a netet. Mit akarsz? Itt vagyok, benn marok egy frakipészlány. Veszem a kacsát hétvégére, hagyjál már kislányom. Tényleg, jó, hányszoros Grammy-díjas Adél, ezt kell nekünk elküldeni. SMS számunk 0-ad? 70! Ú, de nyomorult vagy egyedül. 645-0-0-0-0. Küldjetek a jó válaszokat, mi pedig hívjuk Ferit nem sokára. Hm? Ha. Reklám, reklám. Hívjuk Ferit a reklám után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Beleléptem annyira viszket a lábam. 2 perc van pontosan 9:30. Szia János! Hello, szia Bali, mi a helyzet? Beléptél valamiben? Annyira viszket a lábad. Nem tudom, megőrültem. Na! Mi van most? Ja, igen. Így van. Adásban vagyunk mi? Igen. Uh-huh. Szóval, hogy nem sokára sorsolunk, és kiderül, hogy ki utazik Birminghambe. Egy Adél koncertre. Egy a! Ja. Mondtam valamit? Hogy, igen. Volt egy kérdésünk, ugye? Volt. És erre vártuk a választ. A kérdés pedig így hangzott. Hányszoros Granny díjas Gábor Zsazsa? Döbbenet, hogy ezt a Granny díjat és már odaadják bárkinek. Na, szóval, csak azért, drága hallgatók, hogy senki ne reklamálhasson, senki nincs kizárva ebből a játékból, mert hogy azok is nyerhetnek így, akik ugye nem tudtak eljönni a helyszínre. Ez így igazságos. Ez így. Többet adunk a helyszínen, ugye, mert hogy ott azért tettek bele munkát, de két hallgató. Megféltjük Feriék testépségét. Az meg a másik, igen, nem akarjuk, hogy nincs hangulat legyen. A másik pedig, hogy hát azért nyerjenek azok is, akik nem tudtak oda menni természetesen. Na, gyorsan még 2 eredményhirdetés. Jó, hogy döntött a szakmai zsűri, a szakmai stáb. Kapcsoljuk Rákóczi Ferencet. Tessék. Hello, bello mindenkinek. Hello. Figyelj, csak az van, hogy akik nem nagyon bíznak magukban, azok azért elküldték a Granny díjat. Innen telefonról, tehát meghallgatták a kérdést. Az nagyon menő, az nagyon menő. Az jó ötlet. Azt mondják, itt most még ők sokan vannak, kevés egy. Hát, ha figyelj, mert az lenne az óriás, hogy itt ülne mondjuk beöltözve valaki Eiffel-toronynak, és ti megcsörgetnétek, hogy na akkor ki a nyertesünk. Úgyhogy, na, de most akkor két párost még, hát, hogy is mondjam, megörvendeztetünk. Na. Akkor jöjjön az első. A zsűri nagyon hosszasan és nagyon érdeklődve azt mondta, miután minden egyes jelentkező jelmezt összevetett, hogy akinek feltétlenül utaznia kell, az egy páros, a Tower Bridge. Jó döntés. Úgy örülök, Úristen. Nagyon örülök neki. Így fogtok menni, ugye, testvérpárként? Igen, mindenképpen, igen. Hú, de jó lesz. Na és jó. A nagymamának legalább hozzatok valamit, ha már egész éjszaka dolgozott. Mindenképpen hozunk neki. Mindenképpen. Egyenesen a koncertről. Egy hűtőmágnes a reptéről, vagy egy doboz teát, valami olcsót. Bármi, valamit találunk, mindenféleképpen. Azt mondtuk már, szép, hát ugye ő, igen. Azt mondtuk figyelek. Már, ez az egész csak egy április elsői tréfa, és senki nem utazik sehova. Ekkora április elsője van. Az nem vicces. Oda volt írva, ilyet nem játszunk, nem. Utazunk. Úristen, de jó fejség lenne most mondani, lányok, de helyesek vagy. Az egész üzletnek üzik, hogy rettenetesen benyaltátok ezt az egészet. Április elsője van, senki nem utazik benne sehova. Volt mindenki, a Vodafone partner volt benne, igen. És gyerekek, ez csak egy rossz vicc. Köszönjük, óriási vicc volt, benyaltátok. Nem, mertek Birminghambe, holnap indul a röpzaj, jó, úgyhogy... Utoljára 6 évesen hallottam ezt a szót. És érezzétek jól magatokat, szép szállodában lesztek, és érezzétek tényleg nagyon jól magatokat, jó? Köszönjük szépen, nagyon. Ne bízzuk el magunkat, mert tudás alapú nagyon nehéz kérdés föl kell tegyek. Melyik városban lesz hétvégén az Adél koncert? Birmingham.
Figyelj, a Laci mire ezeket kiizzadta, hát itt reggel 6 óta. Egy komoly szellemi mélyrepülés, abszolút. Hát, hogy vége van már a legyen önös milliómosnak, egy jó kérdésíró. Laci, abszolút. Még be tudjuk tolni valahova. Köszönöm szépen, gratulálok. És akkor jöjjön az utolsó páros jegy, amit itt a helyszínen adunk oda. A bizottság egymásnak esve, kérem szépen, eldöntötte azt, hogy ki legyen az utolsó. Ne csigázz, mert bepipilek, igen. Azt én érzem, megkérnénk Miss Hollandiát, hogy legyen olyan kedves, jöjjön. 40 tulipánnal a derekára kötve, igazi fapapucs van rajta, és hát kicsit vitatkoznék ugye a Szélmalon lapátaival. A sajt az ott maradt, de... A sajt van, és van nála egy... Van még spanglim is. Tehát ő úgy jött, hogy reggel óta itt állt egy sajtállal, és egy irgalmatlan spanglival a szájában. Hát gyerekek, Hollandiában csak bazsalikon van benne. Hát Hollandiában most igen. Spangli. Hát mi más? Hát legális. Abszolút, ugye van rajta egy zöld szélmalom elől, fapapucsa, hogy Feri is mondta, és tulipánok körbe a derekadon lógnak lefelé. Fönt leszel majd te is a Facebookon, és az Instagramunkon. És bringával jöttél, így van. Gratulálunk. Igen, mondjad? Igen, csak hogy kérdezted, hogy miért zöld. Hát, vagyis hát, hogy ezzel vitatkoznál a lapátokkal. Miért vitatkoznál vele? Semmi, nagyon jó így. Ne kötözködj, örülj, hogy utazol, mert még vissza tudom vonni. Nem. Nagyon nehéz kérdés, mi Hollandia fővárosa? Amsterdam. Ezt is megírtuk, köszönjük. Azt szépen, hát akkor megvagyunk. Kivel mész? Gratulálunk. Kivel mész a koncertre? A párommal. A pároddal, jól van. Érezzétek jól magatokat, puszi nektek, jó utat Birminghamben. Ciao, hello, sziasztok. Na, kérlek most fussál, még egy... Feri. Most fussál. Nem én voltam. Mindenkinek mondom, hogy bármit állít a Jani és a Balázs, nem én voltam. Jó? Tehát nem én voltam egyedül a döntőbizottság. Viszont van még egy kvázi meglepink. A picit nem ilyen öltözékre számítottam egyébként a fiatal embertől, mert én úgy tudtam, hogy az az úriember, aki most egy mondat erejéig szeretne megszólni az adásban, Budapest utcáit egy irgalmatlan karddal, és hát gyakorlatilag ugye népviseletben töltve szokta volt hát végigjárni, mert idejött hozzánk, kérlek szépen, a Budapesten tartózkodó brit nagykövet, ugye hát ő most már itt tartózkodik mindig, mert hogy ő az új nagykövetünk. Ian Lindsay, remélem, hogy jól mondtam az ő nevét. Jó napot kívánok, nagykövet úr, hát hol van a felszerelés? Sajnálom, most otthon. De nem, jó reggelt, jó napot, vagy jó reggelt? Jó reggelt kívánok, azért vártuk, hogy skót szoknyában jön, mert ő skót egyébként, és így járkál a városban. Most ehhez képest... Meg mindig jó reggelt. Igen, de meglepett bennünket, hogy itt teljes öltönyben jött. Sajnálom, a skót szoknyát nagyon szeretem viselni, de általában csak 3-4-szer minden évben. Feri, és akkor most kiestünk. Most szivattak minket? Nem, tényleg, esküszöm. Nem minden napi, de a feleségem azt mondta, hogy tessék minden nap a skót szoknyát viseli. A felesége jó fej. Skódudát most nem tudunk adni, hogy megfújja, ezért vizsgafeladatként fújjon meg egy Rolexet a Váci utcába, valakinek a kezéről legyen. Mindig a legnagyobb tisztelettel beszélgetünk az Egyesült Királyság nagykövetével. Ezt maga nem hallotta. Nem érdekes. És nem állunk háborúban önökkel. Ja, tegye meg, ez a vizsgafeladat. Ezt megcsinálja, kardunk ez jó, ez jó kérdés, mert a nagykövetségen mindenki azt mondta, hogy ugyanaz kérdés. És azt mondtam, hogy fogalmam sincs. Nagyon jó, köszönjük szépen. Még annyit nagykövetőd, mondjon már el nekünk, hogy jó reggelt kívánok. Minden nap a Morning Show-t hallgatom. Igen, minden nap hallgatom. Az első, az először az Morning Show élményem, és nagyon örülök, hogy most csak múlt héten, hétfőn Magyarországon, csak magyar állampolgárok, csak vennék igénybe a csókot. Csókoltatjuk, mondd meg neki, Feri, köszönjük. Nagyon szépen, puszi, köszönjük, hogy meglátogatod bennünket. Köszönjük szépen. Köszönjük, viszontlátásra, nagykövet. Viszontlátásra. Köszönöm, hogy ki tudod magyarázni valahol. Szia. Gyerekek, bármiről is szólt ez a beszélgetés, jó hangulat. Nekem is annak ez a lényege. De most ide...
Ne kérdezz, ne kérdezz semmit. De most elrohant a nagykövetségről, csak aha, úgy, mert hogy ennyire, de tök jó arc, de tök jó. Nagyon jó, ugye nincs messze tőlünk az Egyesült Királyság nagykövete, de ő azt mondta, hogy ő idejön skót népviseletben, mert ő egyébként skót, tehát ő skót szoknyába jön, érted? Én várok itt egy ilyen izét, és hát idejön egy tökéletes nagykövet gyönyörűen felöltözve, csak nincs ott a skót szoknya. Igen. Mindegy. Nekem ez nagyon tetszett. Igen, és most rengeti a brit zászlót. Miért nem ennyire jó fej minden nagykövet, de komolyan mondom, halálosan az a tök jó arc. És csak mondom, augusztus óta tanul magyarul. Augusztus óta tanul magyarul, és itt tart. Az meg aztán meg pláne nem semmi. Nagyon. Komolyan. Na jól van. Oké, jól van, drága hallgatók, köszönjük szépen, hogy eljöttetek akkor oda a helyszíre. Jó, mindenkinek tényleg egyenként, ne haragudjatok, hát ha hallottok minket, akkor ugye mindenkinek szívünk szerint adnánk jegyet Birmingham, hogy menjetek Adél koncertre, de hát azért véges ez a szám, úgyhogy nem tudunk mindenkinek jegyet adni, de nagyon helyesek vagytok, köszönjük szépen, hogy eljöttetek, és csókoltatunk mindenkit. Aki most még a gyerek fejébe félig üti be a szöget, és gyere, öcsike, gyere, még odaérünk, álljon le, már ne jöjjetek, vagy ne gyertek a helyszíre, jó? Tehát meg vagyunk. Köszönjük szépen. Oké, na hívjuk akkor a mi hallgatónkat. Maradsz, Feri, maradjál! Persze, én nagyon-nagyon szívesen hallgatom, meg azért, hát ha tudom tudósítani, hogy igen, Hollandián átcsörög a telefon. Az jó, meg hogy mit csinál a nagykövet, azért az bennünket igen, nagyon érdekel, mert ő nagyon jó arc. Tehát csak úgy pillancs mindig hátra, hogy most éppen mit csinál, hol van, ő kifejezetten jó arcnak tűnik egyébként. Nagyon. Igen. Most ölelte át a Tower Bridge-et, az is tetszik neki. Igen, valaki azt írja, egy skót pákova. Nem, gyerekek, szerintem azért jobb. A pákova 20 éve élít, és kevésbé tudott megtanulni magyarul, mint a nagykövet úr egyébként, nem? Aki, nem tudom, x hónapja van itt, augusztus óta, és egészen jól beszélt. Jó, hívjuk gyorsan akkor a mi nyertesünket. Anna, gyere, kedves, jó? Mi van? Soha nem mondtad ezt. Nem, teljesen szürelcs beszélgetés volt. Fáradj be, kérlek. Börgetünk akkor is valamelyik telefonszámra bökér rá, hát sok-sok száz megoldás, úgyhogy... Itt mindenki a telefonját nézi, gyerekek, itt mindenki elküldte a megoldást. Figyelj, lehet, óriási. Szóval, hogyha megszólal, akkor abszolút adásba kerülhetnek, nem kizárók, hogyha valaki ott van a helyszínen. Eszembe se jutott volna, hogy így még nevezzek pluszban, ez egy jó ötlet. Ugye a kérdés az volt, hogy hányszoros Grammy-díjas Adele? Ez volt a kérdés. És itt van a nyertes, ha minden igaz. Halló! Halló, jó reggel, ciao, szia, Jani, Balázs, Feri, itt vagyunk. Hogy hívnak, hello? Sziasztok, Erika vagyok. Erika, hol vagy Erika, merre kaptunk el? Tápi összecsön. Deák Ferenc a 19-es számot. Én vagyok a nagykövet. Tápi összecső. Erika, mi a jó válasz a kérdésünkre? Hányszoros Grammy-díjas Adél? 10. Jó! Ne fosd vissza, Erika, ne tartsd vissza, Erika, engedd ki, Erika, ami benned van, örülj nyugodtan. Erika, ki tudsz-e ütni két napot most a hétvégétből, mondjuk a szombatot és a vasárnapot? A lányomat szeretném elküldeni. Aj, de aranyos vagy, ő tud erről? Nem. Nem tud? Nem. Na akkor gyorsan adáson kívül add meg a telefonszámát, és őt is fölhívjuk, jó? Jó. Kivel menne a lányod, akkor addig ne szólj neki, kivel menne a lányod? Hát vagy az öcsével, vagy egy unokatestvérével. Uh-huh. Hm. És a fiaddal nem vagy jobban, hogy azt mondod, hogy a lányod benne az öcsével? De. Ja. Az öcsével. Nem tudom, hogy szeretnéd. Oké. Erika, mindjárt fölhívjuk. Anna gyorsan át, elkéri a számodat, hogy akkor tudja meg tőlünk, hogy megy Adél koncertre. Jó? Oké. Puszi, ügyes vagy, ciao. Köszönöm, sziasztok. Szia. Hello. Na, mindjárt akkor újra fölhívja Erikát, és akkor fölhívjuk Erika lányát. Hát mégiscsak tőlünk tudja meg, azért ez egy komoly csomag, nem? Egyet tud-e menni most hétvégén? Csak tud. Hát biztos el tud menni, de hát ha az anyát benevez egy játékra, akkor nem tudsz róla. Végre szabad hétvégén. Szeretnének a gyerekektől megszabadulni. Mit csinál a nagykövet, Feri? A nagykövet úr jelezte, hogy ő viszont tud menni, ha Erika lánya nem ér rá. Óriási. Óriási fazon. Most az előbb Németországgal parolázott. Tényleg? És közben ő azt ígérte, hogy ő skót jelmezben érkezik majd meg a helyszínre, nem értettem. Mondta, hogy ő beszáll a buliba azzal, hogy nyilván nem akar ő utazni, csak hogy mindenki jelmezben jön, akkor eljön a hivatalos skót ruhájába, mert neki ugye van egy ilyen, és akkor hogy az milyen jó lesz, hogy akkor itt az Egyesült Királyság is, meg Skócia megjelenik. Na most ehhez képest bejött ugye egy szál öltönyben, ami remekül nézett ki rajta, csak nem ezt vártuk.
Uh-huh. Nagyon vártuk a skót szobrát. És ezért becsörgött volna egy ilyen páncélba kétkezes pallóssal a kezét. Megérkezett volna. Jó, halálosan jó fej. Mi a helyzet Erikával? Erika nem veszi föl? Nem veszi fel. Jó, akkor leadjuk a best of-ot, nem baj, mutatjuk a nap legjobb pillanatait, addig Erikától hallasz minket, Erika, vedd fel a telefont, hogy meg el tudjuk kérni a lányot telefonszámán. Jó, utána akkor visszajövjük, mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Egyrészről ugye hát ma egy Vodafone üzletben volt Feri a Deák Ferenc utcában, és hallgatóink, hát azt is mondhatnám, hogy nem vallottak kudarcot, rájuk mindig lehet számítani. Eljöttek és valamelyik országot magukra varták, felöltöztek valamilyen országnak, mi pedig őket faggattuk. Ezt mutatjuk a nap legjobb pillanataiban, illetve vendégeink is voltak, Brigi és Krisztián, akik 152 kilométeres távot tettek meg a Börzsönyben, egy napon keresztül győzték le ezt a távot, velük beszélgettünk, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 10 perc múlva pontosan 10 óra, nem tudjuk hívni akkor gyorsan még Erika lányát? Kitolta magából a telefonszámát? Nem volt egyszerű, gyerekek, Erika utána 15 percet kikapcsolta magát, vagy hívták a rokonok, vagy mindenki gratulált neki, nem értük el, de most fölhívjuk Erika lányát. Szám nem elérhető. Nem hívjuk fel Erika lányát. Aha, pedig jó lett volna felhívni. Csak valószínűleg az van tényleg, hogy egész szecső gratulál. Igen, most mindenki gratulál. Jó, teszünk még egy kísérletet, ha nem, akkor nincsen baj, mert... Mire teszünk kísérletet? Hát felhívjuk Erika lányát. Azt hittem, csak valami kis kísérletet nincs. Látszólag két egymásban nem elegyedő anyagról van szó. Jó. Csabi, hello, jó reggelt! Szia, Csabi, mi van? Jó reggelt, szevasztok! Hogy vagy, sehogy? Mi van veled, semmi? Uh-huh. Tiéd a póló, igen? Akkor jó. Nagyon péntek van már nálatok. Na, egyébként tényleg. Meddig csak négy nap? Nem elérhető? Nem baj. Gyerekek, én rámegyek a lepattanóra. Menjél csak de neked van párod, nem? Vagy nem? Vagy már egy idő után már mindenek körül az ember? Milyen lepattanó a jegyre? Majd mindjárt mondom. Csak még Ferit még megszólítjátok? Hogy ne szólítanám meg? Hello Feri, ciao. Most hello Bello. Hello. Most te jössz, Csabi. Szevasz, Feri. Na mi újság, ott a Laci is. Mit akarsz vagy milyen lepattanót akarsz összeszedni, Csabi? Mert tudom, hogy osztogattátok ezeket a nagyszerű jegyeket, és megtudtam, hogy van még. Komolyan? És kierőszakoltam, kísírtam, hogy akkor hadd legyen az, hogy ne csak ti osztogassátok ezeket a nagyszerű nyereményeket, hanem mondjuk én is, vagy sokkal inkább a piros. Úgyhogy elindult, képzeljétek el. Meg hát a piros ugye abszolút volt a kompatibilis. Így van. Ez tök jó. Csak azért. Elindult az új. Igen. Klasszusom, új hollapja elindult, ezt tessék megnézni, és ott Adél fogja fogadni az oda látogatókat, és Adél történeteket várunk, és a legjobbat fogja kiválasztani a piros, és annak fog jegyet adni. De az infok ott vannak az új honlapunkon. Mit jelent, hogy Adél történet? Adéllal kevesen találkozott viszonylag. Hogy hát érted? De például olyan, beöltöztem fapapucsnak. Összefutottunk a savanyúságosnál is. Igen. Igen. És beöltöztem fapapucsnak, rajtam rögött az egész város, és közben mentem Adél jegyért. Ja, értem. Adélhoz kapcsolódó történetek, nem tudom, ez az első dalához, első randi. Aha, értem. És ilyen történeteket várunk, tehát az új honlapunkon, és akkor még lehet jegyet nyerni, jó? A betyárat, micsoda kereszt promó jegyek, de már a új honlap az új honlapon, a jegyek az új honlapon, pirossal, délután, mi gyerekek, atya Isten, igaz? És meg ráadásul, ha rákérdeznél a remek zenékre, akkor meglepő módon egy Adélt ajánlanék, a Hellót. Az jó, az egy kicsit lassabb szám, igen. De van ennek általában lassabb számai vannak, de jó. Arra mondjuk kíváncsi lennék, hogy ez a műsorban, a koncerten hol lesz, mert ugye mindig a legnagyobb slágereket teszik a végére. De hát neki csak nagy slágerei vannak, tehát akkor valamit az elején is kell játszani a koncertnek. Hát azt gondolom, ami tempósabban kezd, és akkor amikor pihen a zenekar, meg pihen Adél, akkor jönnek a lassabb számok valahol a közepén. Jól van, Csabi. Mi a helyzet Erika lányával? Kettes választói körzet. Igen, Anna, fél percben tessék. Ki van kapcsolva továbbra is? Gyerekek, nem, Erika sokkot kapott. Nem kikapcsoltam, hát elejtette a telefonját, kész, se a lányát, se a családot, senkit nem érünk el. Jó. Hát, vagy jó hír így volt. Igen, és mondta, hogy nem mondja el a lányának. Jó, oké, ettől függetlenül övék a jegy, tehát el ne vegyük, majd megpróbáljuk adáson kívül tényleg elhitetni velük, hogy nem szórakoztunk, mi voltunk, azok is valójában mennek Adél koncertre. Feri, mi a helyzet nálatok? Minden oké? Kérlek szépen, egy kicsit lógóorral, de elszivárogtak az emberek, ugye, ami hát abszolút szegények. Érthető. Igen, mikor kiadtuk az utolsó jegyet, még itt reménykedve fogták a telefonjukat, hogy hát, ha ők azok, itt az egyik közben kiderült, hogy az egyik hölgy megírta, hogy ő 22 órán keresztül Adélra vajudott.
Na, ez ilyen történet. Ilyen történeteket vár. Na, ez nagyon, nagyon gyönyörű sztori, úgyhogy az azért elég komoly, de most már mindenki lassan itt elment, még a brit nagykövetet próbálták feltartóztatni, Németország és Spanyolország fogta közre, mert annyira jó fej volt, de neki is menni kellett a hivatalba, úgyhogy csendes, illetve az üzlet most már nem csendes, mert a hivatalos nyitás viszont de most jó, van. De jó. Móni meg annak idén Sugar Bercyre vajúdott, nagyon nem akart jönni a virág, és akkor berakunk egy kazettát tőle, és abban a pillanatban megjelent. Kinek mi jut eszébe? Hát, hogy... Jól van. Mi a recept, Feri? Csináltál azért valamit? Biztos csináltál. Persze, persze. Hát attól függetlenül, hogy az ember itt van egy voda üzletben, attól még enni kell, főzni kell. Minden normál házi asszonynak marad ilyenkor még legalább egy fél kiló sonkája, ugye, a húsvétból, ha csak nem pazarolt el másra, és akkor abban egy csomó mindent lehet csinálni, egy ilyen újrahasznosító, vagy inkább azt mondom, hogy felhasználó barát receptet csináltam, mert amikor babgulyást főzöl, az egy nagyon hosszas folyamat, de itt a sonka már kész van, és egy csomó okos ember, nem az én ötletem, kitalálta azt, hogy mi lenne, hogyha ugye a bab áztatását meg főzését is le lehetne rövidíteni, és le lehet, és akkor így egy órán belül megvan a jó bablevesed a maradék húsvéti sonkából, csipetkével, kis kolbásszal, gyönyörűen fölvágott zöldségekkel, nagyon szép, sűrű, fehér, hófehér tejföllel a tetején, pici erős paprikával. Uh-huh. És ki a jóképű fiatalember a monitor jobb oldalán, nekünk? A Laci lógott be ide, azt mondja, megpróbálja magát visszadumálni a rossz döntések után. Jól van. Nem voltak, de hogy voltak. Oké, jó hétvégét nektek. Facebookon fönt van, már ott van a bableves. Jól van. Oké, köszi nektek, hétfőn akkor újra itt a stúdióban. Szevasztok, ciao, sziasztok, hello Feri, köszönjük szépen, puszi nektek, köszönjük. Még egy utolsó kísérlet? Naphallgatója. Ja, naphallgatója. Tényleg, még csak 8 éve csináljuk, Bali. Na. Szép volt. Hívjuk a naphallgatóját már is. Azt hittem, még Erikát próbáljuk újra. Ő megfoglalt. Nem. Erikával beszélsz. Mi történik itt? Jó, nem baj, hát elmondjuk, hogy mit írt, mert nagyon jót írt. Ő a nap hallgatója, ha fölveszi, ha nem. Azt mondja, hogy azt mondja, én is szeretem Adélt, mert akkor ebédelek. Én ezt nagyon szeretem. Nagyon beteg. Igen. Na, Erikám, hallasz minket, éppen foglalt voltál, de te vagy a nap hallgatója. Nem mondtad, hogy morning show ajándékcsomag nincs, de talán vannak plusz ajándékok, úgyhogy ezt hallgass meg, hogy mi az, jó? Elmondtunk mindent? Mindent elmondtunk, nem? Ennyi, el is köszönhetünk. Elköszönünk Csabinak a kívánság műsorra. Ahogy az új budapesti brit nagykövet mondta, csok, csok, csok. Igen, én lokos vagyok, úgyhogy nem értem, hogy mondanak. Érezze mindenki jól magát, aki mi egy Birminghamben, mi pedig jövünk hétfőn 6-kor. Szevasztok! Sziasztok! Ciao, ciao! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.